És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 15 perccel itt vagyunk. Jó reggelt. Péntek van, hűvösre a reggel. Készüljön mindenki. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, mindenkinek itt vagyunk. Igen, hűvös reggel van. Bizony, felugrottam is a hosszonat, drág meg egy kis pulcsán reggel. Azért 14 fokba áldogálni a villamos megállóban, nem annyira izgis. Jéger alsó is? Persze, jéger alsó, így van. És a csizmát pedig kint hagytam a hótaposomat a szerkesztőségben. Ide most cipőbe jöttem be, de hát már meg is bántam. Van benti cipő, kinti csizma? Igen, és van egy sárcipő is, alias kalucsni. De az jó. Gyerekek, beértem, és a szokásod. A klimatizálódás, ez én nem tudom, mi van itt. Nem tudom, mindjárt jobban leszek. Egy perc alatt elkap. És azonnal. Az de minden reggel így indítok. Te bejövök, és itt van valami, amit egyszerűen nem tudok soha tenni. Hűvös van, éreztétek tényleg? Ilyen 13 fokot mértem, azért az nem sok így kora reggel. Az nem sok. Csipős az a reggel. Ma, aztán holnap, hogy ígérted, 14. Az, igen, pont tegnap olvastam, hogy aki már elégedetlen az időjárásra, írták tegnap, az holnap készüljön. Az holnap állítólag nagyon cudar. Az vissza fogja sírni a mai napot. Holnap. Amikor egyébként holnap is, meg holnap utára is gyakorlatilag esőt mondanak. Sakadó esőt, így van. Hétfőn, hát ahogy mondtuk, hétfőn jön. Jó, a Szabinktól kezdve jön a jó idő. Egész jövő héten nagyon jó köszönjük idő lesz. Szépen, bárki is intézte, köszönjük neki. Például most strandra tök jó menni, kevesen vannak. Na, nincs az a tüllekedés, a lángososnál. Nem kell lögdösödni a palacsintára. Nem, szombat, vasárnap kimész. Így van. Jó, mert fürdeni nem lehet. Lesz idejük megőrölni. Kristálycukra, legalább. Az ízes palacsintára. Igen. Igen. Nem fog rapogni a fogatok alatt. Homok. Homok? Persze. Aha, az miért? Jó. Jól hangzik, de akkor inkább valami más. Akkor inkább ízeset kérek, akkor csak... Gyerekek, kis grófot rabosították. Valami verekedésbe keveredett egy temető mellett. Azt a mindenség. Szerintem óriási sztori. Igazi rock and roll arc. Így kell csinálni. De mi veszek össze, tudjuk? Én nem olvastam, csak a címet, azt látom. Én azt nem tudom. Nem? Azt nem tudom, hogy hát ki írta a Norokszájt, biztos. Aha, ja, igen. Vagy melyik a másik, nem tudom. Igen, egy temetőnél kirovadt verekedés miatt. Hát azért ez kemény. Hát. Nem tudjuk, hogy benne volt, ott volt az a biztos. Tehát, hogy de egy új lenyomatot vettek, lefotózták, igen, kvázi. Ajaj. Nyilvántartásba kerül, ez nem az a kemény. Nem az a kiköpött kemény utcai harcos a kis grófó, tehát hogy így nem tudunk, kivel verekedhetett össze. Hát igen. Na, és hát mi történt ma reggel? Hát, gyerekek, én komolyan mondom, már nem is tudok mit mondani tényleg, szóval, hogy annyira elkeserítő. Minden reggel internetezem kicsit, és már pont azzal az érzéssel kapcsolom egyébként minden reggel a telefonomat, nem vagyok kikapcsolva éjszaka, sem csak megyek föl indexem a HVG, hogy na vajon mi történt éjszaka? És már kicsit mindig van egy ilyen előérzetet, hogy na vajon mi? És hát látom, hogy mindenhol. Nincs rá szó. Nem tudsz, ez egyszerűen már nem tudsz ez az egészet mit kezdeni, ez felfoghatatlan. Nem lehet vele mit kezdeni. Jó, természetesen a tegnap esti eseményekről beszélünk, ugye? A nidzai őrületről. A nidzai őrületről. Kilométeren keresztül ment be egy teherautóval egy ember az ünneplő tömegbe, mikor már mindenki azt gondolta, hogy vége. Tehát, hogy most nem alkalmazhatok rá jobb szót, de hogy jó kitalálta, sajnálatos ezt mondani, hogy vége volt ugye a foci EB-nek, nem a fővárosban. 100 000 ember. Itt van. Ünnepelt ugye a nemzeti ünnep július 14 náluk, és hát behajtott a tömegbe, 70 áldozatról mondanak, de én már olvastam, meg láttam külföldön, persze, hát 80-90, tehát ez 100 körül lesz megint, még a súlyosak a kórházban, szóval, hogy ez hasonlít a párizsi merélethez. Ugye behajtott a kézigránát, fegyver, minden az autójában elelőtték, én nem tudom, hogy tudott 2 kilométeren keresztül menni, hogy a fenében nincs ott minden sarkon ilyenkor egy rendőr egy ilyen ünnepségen. De egyébként meg mit csinálnának? Tehát, hogy nyilván ez azért lelövik, egy ilyen teherautót. Hát persze, de lelövik. Hát 2 kilométer azért az hosszú ám. Szóval 2 kilométeren keresztül mész és ütöd el az embereket, azért ha hát, szóval az gyors. Itt ülünk, ezt próbáljuk megfejteni, hát fene se tudja, hogy ott mi történt, milyen, hogy néz ki az a, tehát azért egy nem tudom, mennyivel haladt az a teherautó, tehát nem olyan egyszerű azt a dolgot összehozni. Az egészben egyébként az a tragikus, hogy ez már a vegytiszta őrület. Tehát, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Igen, ez már nem. Már csak az a kérdés, hogy vagy ott vagy nem. Szóval nincs, igen, más kérdés. Igen. Nincs más kérdés, mint hogy vagy az van rendel, vagy ott kellene egy ilyenbe, vagy nem. És ennek az állatnak, ennek már igazából teljesen mindegy volt, hogy kitől meg.
hány embert, milyen emberek, milyen felekezetőek, miben hisznek, miben nem. Szörnyű. Meg ugyanúgy lettek egyébként muszlimok is, tehát hogy ki tudja, hogy egyébként mi volt az indítatása. Tehát, hogy fogalma nem volt róla, hogy kik vannak ott. Az anyja is ott lehetett volna a tömegben, azt is letarolta volna. Kérdés, nem érdekelte. És látjátok, most már az van, mondjuk nála speciál volt fegyver, hogy egyébként nem kell fegyvert szerezned, nem kell robbanóövet gyártanod, nem kell bombát gyártanod, beül. Látod? Egy kamion. Igen, egy kamion is kész. Tehát jó, nála volt, nyilván megszerezte valahogy, de szerzete, ha nincs, akkor... Fegyverrobbanószer, okay, de ha nincs nála, kamion, akkor ugyanennyit öl meg. Átvizsgálják a rendőrök, mondjuk, átvizsgálják a hatóságok, minden rendben találnak, és hol a fegyver? A fegyver az, amiben ül. Igen. Szörnyű, szörnyű. És kimennek ünnepelni az emberek, nem is gondolták volna, egy békés, idézőjelesen kisváros, nyilván francia méretekhez képest, és kész. Kezdik elérni a céljukat, tehát hogy azt, hogy bármikor, bárhol. Tehát, igen, de akkor most megint szóba kell kerül ugyanaz a gondolatsor, amit már átbeszéltünk ezerszer, hogy akkor ülj otthon, hát, akkor nyertek, igen. Akkor nem ülök otthon, nem nyertek, csak én meg meghalok, vagy talán a családom. Talán országok szintjén lehet szűkíteni. Tehát, hogy és látod, szóval, hogy ott él meg, ott, tehát hogy tunéziai, de hogy nizai. Persze, nizai volt. Itt nem is arról van szó, hogy bejött a menekültekkel, meg nem tudom, itt már ezek olyan helyi arcok, ott élnek, ott nevelkedtek, átjönnek Franciaországban, akár ott is születtek, szóval, hogy itt vannak igazából. Radikalizálódnak, és aztán egyszer csak... Semmit gyanús nincsen benne, mert ilyen a második francia. Igen. Hát hál' Isten előtték a sofőrt, még nyilván mindig ez a vége. Igen. De most azt vizsgálják, hogy vannak-e társai, szökésben vannak, mi volt az a sok fegyver, robbanószer, gránát, ez nem is értem egyébként, akkor az viszont mi volt? Hát lehet, hogy volt egy terv, hogy majd azt kidobálja közben. Ott, hát, vagy gyakorlatilag nem volt semmilyen terv. Igen, csak ment. Felfegyverkezett, aztán majd ahogy esik, úgy puffan. Igen, hát szörnyű az egész, és nem is tud az ember mit mondani, viszont meghatározza a hangulatodat, a napodat, mindent, nem? Ja. Elkapcsolod reggel is, és azt a mindenit, és már oda is az egész ezzel. És ez közel van. Szóval, hogy... És most megint egy újabb pont a térképen, amire azt mondod, hogy akkor most menjünk, nem menjünk. Hát most a Franciaország is kérdéses, minden kérdéses. Igen. Menni kell, szerintem itt azért nem lehet bezárkozni. Ez az sem megoldás. Én még mindig azt mondom, hogy nem megoldás, ha egyszerűen félelemben élsz és nem mész. Szóval tényleg az a kérdés, hogy mi van megírva. Igen. Nem? Igen. Hülyeséget nem kell vállalni, olyan helyekre menni, amit mondok, hogy nagyon nem menj oda, de... De most azért nyaralni, akkor nem menjünk el Horvátországba? Most mondjam azt, hogy a családnak, hogy nem indulunk? Persze. Talán így országok szintjét tényleg így lehet szűkíteni a körre. Nyilván nem mész Törökországban, nyilván nem mész Franciaországba, Egyiptomba. Tehát, hogy ennyit tudsz tenni, de egyébként mást ezen kívül mit? Semmit. Nincs még szervezet mögötte? Nem vállalta senki, nem hallottátok? Még csönd van, én még nem hallottam. Majd átkapcsolunk itt valami külföldi hírcsatornára. Még egyelőre nem tudom, de hát nyilván pillanatokon belül magukra vállalják. Egyébként ezt a dolgot. Egyébként meg, hogyha van egy ilyen magányos őrült, egy ilyen barom, aki meg is hall, aztán nem találnak semmit, és akkor lehet, hogy az ISIS boldogan magára vállalja, miközben semmi között nincs hozzá. És az emberek meg azt hiszik, hogy tényleg velük köthet össze. Hú, ezt is ők szervezték meg. Érted? Idézőjelben az ő nimbuszuk nő ezzel. Még félelmetesebb a szervezet. Lehet, hogy semmi közük nem volt hozzá. Ez is csak egy ilyen barom állat volt, aki bekattant valamitől. Hát igen, de sanszos, hogy én arra tippelnék, hogy volt. Szóval Tunéziából jött, és szóval, hogy szerintem közel lesz, kiderül pillanatokon belül, hogy radikalizálódott valamiért. Na mindegy, hát elképesztő, nem is tud az ember mit mondani, szóval felfoghatatlan. Magyar is van, ahogy hallom, a képeket nézegettem reggel, azt senkinek nem ajánlom. Sérült. Azt mondom, magyar sérült, igen. Ez a magyar is volt köztük, igen. Nem áldozat, nincs a magyar sérült. Sérültről is hallani. Na, úgyhogy hát az ember nem is talál erre szavakat igazából. Gyorsan nézzük, hogy mi történik, milyenek az M7-esen. A Pákozi pihenőnél Balaton irányában, aztán Szeged felüli oldal, Szigetszent Miklósnál baleset, terautó a középső beton elválasztó tetején. De jó Isten! Azt hiszem, hogy van-e még valami? Hát a többi ez minden oké. M306-os kilométernél háromlábú kint van. Tomika küldte nekünk. Ismétlünk egy picit? Ismételhetünk. Azt, igen, hát a forraljáró emberünket hívtuk föl. Ő egy nagyon érdekes jelenség, és egyszer már beszéltünk vele. Milyen szépen fogalmaz. Egyszer már beszéltünk vele, hát nyilván elmebeteg. Szóval, hogy igen. Ő a fonaljárás nagymestere, egy randiguru, egy magyar randiguru, aki horror pénzért oktat hülyeséget, viszont rettenetesen szórakoztatóan teszi, és most rájöttünk, hogy újabb tanfolyamot tart, méghozzá táborban. Siófok, Balaton. Siófok, Balaton, menj oda, ismerkedj, majd gyere vissza. És felhívtuk, hogy meséljen nekünk egy kicsit erről, hogy okít az ismerkedése kevésbé képes
18-20 éves fiatalokat, akik komoly pénzeket fizetnek ki, hogy bedőljenek egy ilyen óriási hülyeségnek. Rátörtünk reggel, ő még aludt, de felhívtuk a magyar adigurút, hogy mondja el nekünk, hogyan fejlesztette tovább a fonaljárás, és mit kell csinálni. És továbbra sem tudunk megfejteni, hogy mi a titka. Ezt valljuk be őszinte, a beszélgetésből tehát, hogy nem kívántad meg, hogy menjél, ugye? Nem. De szerintem nincs titka. Nem. Te a titka az, hogy nincs titka, csak úgy csinál, mintha lenne titka. A nagy titok az szerintem ez. Hogy semmiféle titka nincs. Na, mutatjuk már is, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. A fonaljárás nagymestere, gyerekek. Én nagyon vártam még tegnap is, hogy visszahív bennünket, hogy Jani, gyertek a Ferivel. Igen. Egy nap, érted? Egy kis bérletet. De van neki elég dolga. Igen, hogy várlak benneteket, hogy megmutassam az utat, de ti ötvenesek, lassan ötvenesek, hogy van még remény, hogy járjatok fonalon. Semmi. Komolyan. Szerintem ő még nem volt nővel. Hát szerintem az a baj, tudod, mindig azt tanítja, aki nem tudja. Tehát, hogy... Szerintem ő még nem volt nővel. Szerintem ő még nem volt nővel. Várom a pataloura. Igen, valamelyik táborlakót összeszed majd egy nőt, és akkor gyorsan behívja saját magát. Hogy állunk játékkal? 3-1-re megnyertük a hetet. Ha jól emlékszem, nem? Igen, behúztuk. Én úgy ennyi. Emlékszem. Ez már megvan, srácok. Megvan? Persze. Na jó van akkor. Egy utal, mit nem? 2-2 van? 2-2, Anna? Hogy lenne a 2-2? Hát én nem tudom, de tegnap mi nagyon örültünk, akkor fölöslegesen ezek szerint, de szerintem 3-1 van. Ne veszünk ezen 3-1. Össze, de... Az... Én nem tudom. Én rátok bízom magam. Addig meg tudom menni a kapcsolatban. Jó, iszogassál, leszegessél, mi próbálunk egyeztetni. Mi történt tegnap? Érzésünk szerint mi már tegnap örültünk. Tegnap én játszottam azt hiszem, és nyert a játékot. Azért mondom, 3-1. Hát akkor ennyi, gyerekek, ennyi. Hát, összetűzésbe kerültünk a saját lányainkkal, úgyhogy... Jó, 3-1. Akkor szépíthettek, jó? Na, jó, hát... Na, értem. Egy potyagol még becsúszott. Persze. Nyílt törésre egy haszaplaszt. Így van, 92. perc, megyünk 3-1-re, és ti támadtok, jó? Na, és már a bíró veszi a sípát a szájába, hogy mindjárt lefújja. De ezt még megvárja az utolsó. Megvárjuk ezt a támadást, és kicsit bekötényezhettek, és akkor arra nézzünk, és akkor jobbról rúgjátok be a gólt. Viszont hagyjatok körül a mesterséges lézés, már ez néha. Én vagyok a kapus, jöjj jobbról a csatás, én balra elszaladok direkt, jó? Jó. Tehát így nagyon elszaladok balra, mert én azt hittem, hogy már lefújták a meccset, és kiszaladok a kapuból. Sétálj vissza, és nagyon udvariasan majd gratuláljál, jó? Egy kis álságossággal az arcod, meg a hangod. Ez lesz gyerekek. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, hogy berúgjátok azt a gólt, 92. perc. Az üres kapuban. Az második felében, az üres kapuban, a lefújás előtt 10 másodperce. Jó? Ha valaki játszana, írjon nekünk, mi pedig jövünk. Ákos híre jutam. 10 perc van pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es autópályán van valami, csak nem látom az SMS végét. 40, nem tudom mi. 44-es főutal, aki teleknél a fénysorompó nem működik, Roberto küldte nekünk. M5 felé állt be az M0-as. Köszönjük szépen. Igen, a csepeli pihenő után 3 kilométeres a sor mind a 3 sávon. Suhanós, kamionos lány küldte nekünk. Úristen, hát akkor ott valami baleset van. Trafi az M7-esen a Pákozi pihenőnél Balaton felé, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Na, játszunk akkor a heti utolsó hajránkat, így a Szabi előtt nézzük meg, hogy ki a játékos, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló! Sziasztok, Bogár Anikó vagyok. Szia! Anikó, hello, Anikó. Honnan hívtál minket? Hát éppen úton, M3-asról. M3-asról felé tártunk, Budapesten megyünk a bankáról dolgozni. Mit csináltok? Ingatlan kezelés, közös képviselet. Az jól hangzik. Az jól lenne. Igen. És nyugi van az M3-ason? Minden oké? Aha, teljesen. Ilyenkor még csönd van és nyugalom. Csönd és nyugalom, mert volt hang. És péntek ráadásul, még kevesebben. Az jó. Kivel játszanál, Anikó? Ferit beszéltük, mert nekem mindegy volt. Jó, legyek én. De akkor most már nekem kell elugranom? Én leszek az... Apró kulisszatérjük. Igen. Nekem mindegy volt. Annak az egy javasol. Hát csodálkoztam, hogy bejutottam eleve, úgyhogy csak másodjára jelentkeztem, úgyhogy nem is gondolkodtam, hogy legyen.
Jó, hát ha felé beszéltetek meg, akkor... Igen, fura volt, nem is akartam játszani, csak hirtelen valaki rám csörgött. Csak egyszer, csak Anna felé. Valójában nem is hallgatnak benneteket. Igen. Na jó, akkor indulunk. De várj, akkor most elugorjak, ahogy mondtad? Hogy Anikó kapula lő jobbra, én meg balra elvetődik? Nem, szerintem küzdjél, szaladj vissza a kapuba. Jó. Nem, azért nem, meg ne adjuk magunkat. Jó, oké. 4-1 is szép azért, jobb, mint a 3-2. Jajjaj. Mehetünk? Igen. Na figyeljetek, akkor három... Ja, Jani? 3, 2, 1, fire! Anikó, mit kerestek ti az M3-ason? Megyünk dolgozni. Csobánkáról? Aha. Csobánka az a 10-es. 11-es. 11-es körülbelül van, igen. Ott az égen. Igen. Nem baj. Aja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 j
Gyors játék volt, gyors játék. Igen. 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 Nem egyszerű, ám adásban nem egyszerű. Igen. Ha, egy halk, igen. Nem mondom, hogy már az elején nem éreztem, hogy ez lesz a hangod alapján, mert a megszeppent játékosok általában ugye kicsit izgulósabbak, azok már bajba keverik magukat. Igen. Tehát nem volt. Nem volt meg az a nagyon bizalom, de nem baj, hát ez egy ilyen. De tényleg ott, hogy nem a tízesre jöttök? Vagy az hogy van? Mert ez itt sokkal gyorsabb, mert ráadásul a Városligetnek a túloldalán dolgozunk, és akkor ugye... Ja, és akkor ti úgy mentek, hogy fel a hármas, és akkor ott be. Aha, értem, be a Városligetbe. És ilyen lendületes, hogy amikor közös képviselő, vagy akkor is? Aha. Nem nagyon vered az asztalt, ugye? Ott keményebb vagy. Aha. Ott muszáj. Mondjuk, hogy kell a türelem. Kedves lakó. Igen, bár csak ilyen közös képviselőnk lett volna, amikor én Spanyában laktam, nem egy ilyen... Rá pedig tisztelt lakótársak! Nem, szerintem. Tessék? Bennünket szeretnek a lakók, tehát nem nagyon volt eddig itt probléma. A hangod alapján nem tudlak elképzelni egy komolyabb konfliktusban, úgyhogy én is szeretnélek, mert olyan kis megnyugtató. Önnek 3 havi közös költségtartozása van. Rendben, már fizetem is? Igen, nem? Szóval? Nem. De abszolút. Nem. Behajtások kemény vagyok, azt mondom, van egy ilyen cselem, hogy azt szoktam mondani a lakótársaknak, hogy hétfőn megyünk az ügyvédhez, úgyhogy vagy most beszélti az elmaradását, vagy... Ez jó, ez egy jó dolog. Hétfőn megyünk az ügyvédhez, ma még fizethet, péntek van, de hétfőn megyünk az ügyvédhez. Kellemes hétvégét önnek. De hétfőn találkozunk. Mennek valahova. Na jó. Anikó, figyelj, de hát akkor elbúcsúzunk. Jó munkát nektek. Oké, szép napot nektek is. Hello. Gyerekek, hát ennyi. Most a négyet. Komolyan mondom, őrületesen viccesek vagytok, hogy még próbálkozok. Komolyan, kemés hiszem el, hogy komolyan. Ez a legjobb hit, és abban kéne hagyni tényleg. Tényleg, aminek játszom ezt a játékot. Komolyan mondom, mit akartok még nyerni? Hogy nyernétek már? De jó volt, megint eszembe jutott. Figyelj, legalább magunkat szórakoztatni. Valamiben fel kell ébreszteni magunkat, ez az ajánlás. Fog állni valaki 10 órakor. A kapu előtt egy irgalmatlan pofára rendi. Egy kerítést létszel arra már. Így van. Na, bocsánat, nem ezen nevetek, csak megint eszembe jutott a négy. Komolyan mondom, már majdnem elfelejtette az iskoláját. Na mindegy, megyek iszom valamit, Jézus. Vigazdéként itt van valami dolog. Figyú, heti állás. 19-8. Te jó, hogy kérdezed azt a mindenségét neki, de jó, hogy megkérdezted. Hát valamit nem lehet megvinni. Tényleg el kell mennem hírezni egy picit. Nem bírom tovább. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:08 lesz pontosan, 6 perc múlva. Hello, jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, péntek van. És majd kicsit jobb idő lesz. Azt olvassuk, aztán holnap újabb Armageddon csap le kis hazánkra. 15-16 fokot mondanak már csak szakadó esőt, egészen borzasztónak tűnik, ami holnap után lesz. Hétfőtől viszont, akik hétfőre vették ki azt, amit mint mi, például mint mi, nyugodjanak meg, jön vissza a jó idő. És újra 28-29, sőt, mi több a hét közepe felé már újra 30 fok lesz. Nem. Ami jó, mert nem az a 40, hanem ez a klasszik 30, amit úgy mindenki szeret, és élvezhető, és kihasználható. Az egy jó hőmérséklet. Én sem szeretem a legjobban. Nem, ez a 40, ez már túl sok, de 30. A víznél bírom. Tehát a víz lehet, hogy az egyébként jó tud lenni. Igen. Na, ha egyes valami határól tudnátok információt mondani, kérdezi egy hallgató.
hogy ebben a pillanatban fogják majd megírni, ha kérünk. Ha hallgatóink bármit megírnak. Én úgy tudom, hogy nincs már ellenőrzés, tehát hogy az, ami az elmúlt héten volt, igen, feldolgozták a srácok, most sikerült. Nem, most fújnak egyet, és akkor majd rátesztek még egy lapattal a jövő héten. Ez soha el nem múló sebb, ez nem fél fog begyógyulni. Vicceljétek már, nem felejtik el soha, ne is felejtsék. Igen, hát ne felejtsék el, de azért leszívassák a határátkelőket. Na, szóval, hogy a hegyesalmi határól kell egy kis információ, jó? Hol érdemes lemenni az M5-ösről? Kérdezi egy hallgató. Hát, tudjuk, hogy hova mész. Mert a baleset miatt. Ja, azt nem tudom. Aha. Mindjárt mindent megválaszolunk. Megírják majd a hallgatók. Meg, minden itt van, már csak meg találom. Csepel felé alakul a dugó a szabad kikötőnél, gyorsforgalmi busz és autó ütközött. Csepel felé van dugom, figyeljetek. Uh-huh. Aztán M1-es autópályán Lébénynél mérnek a rendőrei, M7-es autópályán a Pákozdi pihenőnél van egy trafink. Valamint azt nézem, hogy azt írja egy hallgató, hogy az M0-áson nem kamion, hanem kis terautó, és nem beton elemek közé hajtott, hanem leparkolt azok tetején. Joya. Most tulajdonképpen mindegy. Uh-huh. Nem az M5-ös felé van baleset, hanem az M7-es felé, a csepeli lehajtó környékén. Lépésben haladunk. Az M5 felé sima az út, úgy látom, ezt Anikó küldte nekünk. Na! Picit ilyen összevisszák vagyunk. Ma reggel kicsit szétesünk, de ez nem baj. Figyeltek, a helyszíneket mondtuk, meg az irányokat, hogy ki hova parkolt, meg mit csinált, azt nem tudjuk. Bogozzátok ki. Azt viszont mondjátok meg, hogy miért zárták le a rakpartokat hétvégén, de ez mind lesz? Elmondom neked, hogy én tegnap azért nem tudtam rendesen aludni, mert elrész van. És a fejem fölött ott Budaörsön szálldogáltak, gyakoroltak, mi? És így azt kívántam nekik, hogy nagyon rosszat kívántam. Ne. De legalábbis egy olyan landolást, ahol nem eseménymentes, hanem van egy kis... Szerintem lesz bajuk a hétvégét szélbe. Most tudom, amikor már 3-4 órája vergődsz balra-jobbra, ma egész nap forgatok. De ki mentél, felnéztél? Lehet, hogy húztak maguk után egy szalagot, hogy szia Balázs, kellemes Balázs. És tudod, az az állapot, amikor, köszi Ákos, mindjárt van egy pontos imunk az endulásról, az az állapot, amikor már annyira tudod, hogy kéne aludnod, hogy egy idő után azon kezdesz stresszelni, hogy nem alszol. És rohadt ideges vagy. És mondtam, hogy már egész nap nem tudok, forgatok, szóval ez már egy melósabb nap. Erre... És pont akkor kiszület, gondolom az egyik leszállt, kezdesz úgy belesimulni, és úgy eltűnik a külvilág, tompulnak az ajok, és készülsz átkelni a kapun. Kicsit már összerezni. Rohadjatok meg a bányabajtok. Hol vannak a szilveszteri tűzi játékok? Tudod, az a váról indítható, ami megmaradt. Nem hittük iszakolt, én erőző emlékem szerint. És megint, és ez megint szület. És legalább csinálták volna folyamatosan, mert a folyamatosabb az, hogy hozzászoksz, megszokod, és elalszol. De az, amikor kis szünettel megint átvágnak, hogy vége van, megint elalszol, és megint... És ott végig. Én nem tudom, mit gyakorolnak. Hát gondolom, tudják, hogy... Igen. Nem? Nem tudják. Szerintem gyakorolják a kis figurákat, amit bemutatnak. Persze. Hát ugye ott balra zászló, jobbra, középen kanyargodom, a pályát lepróbálják fejben. Hát, hogy hancúroznak, csak felszálltak ketten, aztán kergetőztek az égen. Nagyon, a csillagvizsgálód volt az egyik pont, amit kerülgetni kellett. Lehet, igen, az óriás távcső. Szóval, hogy elrész miatt van. És akkor emiatt van, mert azért tegnap volt móka a városban, így közlekedésileg elkezdődött a dolog, pedig ugye egész héten azt mondtuk, hogy milyen csendes, milyen jó Szabi van, ennyit kell csinálni, két rakpartot lezárod, hogy az egyiket meg a Lánchídot, és megállt, őrület volt. Úgyhogy szerintem ez ma is így lesz. Aki fővárosban autózna, az gondolja át. Az ne tegye. Igen, hát ez ma ne tegye, vagy készülje, hogy kerülni kell. Járható az M1-es hegyes felé, köszönjük szépen, és azt írja egy hallgató, hogy ha mindent megírnak a hallgatóitok, akkor neki esetének a diplomamunkának. Jó, hát küldd el, hogy miből írsz. Persze, neked próbálnak segíteni. Pénzért diplomamunkát, uh-huh. Hallottunk már ilyet. Küldd el, hogy mi a téma, és egy perc jön egy SMS, hogy gyerekek, én megírom neked, kössetek össze. Szóval, figyelj, írasd meg. Tök mindegy. Azt nem mondta, hogy diplomáznál. Én meg miből diplomáznál. Mondunk hozzá egy-két mondatot, amit mindenképpen írjál vele. Igen, jó a hegyes-halmi határátkelő. Azt írják. Viszont a vaze azt jelzi, hogy mindkét oldal beáll Csepelnél, úgyhogy ott nagy dugó van. Nem csak a Csepel felé vezető oldal, hanem amikor ki akartok jutni, akkor is. Készüljetek egy kis dugóra. Mindjárt vége anyának. Ez most egyébként ebben igazad van kicsit. Ez most a telet, igen. A telet azt azért ne dobd be még, meg a karácsony, de abban az igazad van, hogy másodpercek alatt el fog múlni az egész, és most kezdtük. Uh-huh. Amikor gyerekek voltunk, olyan hosszú volt.
Nem. A nyári szünet? A nyári. Igen, sokkal hosszabbnak tűnt. Amikor kiengedtek június közepén bennünket az iskolából, akkor azt érezted, hogy évek vannak előtted a nyárból, hogy úristen, mit fogunk csinálni szeptemberig? És olyan tök lassan ment, és most meg, nézd meg, július közepe van. Olyan jó, olyan komótosan telt az idő, most meg mindjárt 50 lesz a gyertyánk száma. A tortánkon, aztán 60, aztán 70. Hát csak meg legyen. Csak meg, legyen még csak rajta. Csak legyen meg a 8-szor is legyen meg. Legyen meg. Hinni kell benne. Mondjam, hogy ez mennyi számszerű? Ne húzzalak le benneteket? Ne húzzál. Százalékosan? Mennyi van még hátra? Nem, nálunk van egy bokor, ami jelzi az ősz közeletét, és az mindig kezd pirosra váltani. De minden nap leesik egy levél, az a visszaszállás. Nem, ki bekopog az ajtón és mondja, hogy már megint. Már csak 42 nap. Pirosra vált. Aha. És már bepirosodott. És elkezdett. Még nem. Még nem csak lehet, hogy csak kiszáradás. Az is lehet, hogy csak vízért kiállt. Agyvizet kiigazdál, agyvizet, agyvizet. Sosem tudom, mi a nevem. És mikorra pirosodik be? Szeptemberre teljesen bevörösödik. Maga a levélbe vörösödik. Gyönyörű egyébként. És most még zöld. Most még zöld, de már tegnap oda mentem hozzá, és felfedeztem rajta egy-két ilyen kis piros. Piros pöttyöcskét. Jobb, ha rajta fedezel fel, mint köldök alatt. Hát nézd. Ezt nehezebb kimagyarázni. A rutin az évek megoldatja már velem ezeket. Tudom, hogy hova kell fordulni, folyékony púder. Annyi mindent átéltem már, hogy meg tudjuk oldani. Na megjött, azt mondja, hogy itt van egészen pontosan. Ákos hozta, M0-as 20-as kilométerénél az Egyesi út felé haladó kamion sorok közé hajtott. A mentés miatt az M5-ös autópálya felé csak egy sáv járható, de hamarosan leállítják a forgalmat. Mindkét oldalon több kilométeres a torlódás. Ez tehát a helyzet. Uh-huh. Na. Szuper. Jó van akkor. Na, az egyik internetes portálon találtam fent egy annyira jó feliratot, illetve egy ilyen kis üzengetést, amiben egyik kedves kerékpárosnak, vagy több kerékpárosnak üzentek az ott lakók, lehet, hogy éppen a közös képviselő, lehet, hogy valamelyik lakó, de annyira kultúrát, annyira intelligens, annyira szimpatikus, nincsen benne káanyázás, nincsen benne dögölj meg, nincsen benne édesanyádat történjen ez meg az, a szöveg a következő tetszeni fog. Tisztelt kerékpártulajdonos! Tájékoztatjuk, hogy a lépcsőházban kerékpár tárolása tilos. Tapasztalatunk szerint az itt tárolt kerékpárok sajnálatos módon defektet szenvednek. De gyönyörű! Óriási! Kérlek, szíveskedjék a kerékpárt az erre kialakított utcai tárolóba helyezni. Tehát az itt tárolt kerékpárok sajnálatos módon... Hogy lehet ez te? Defektet szenvednek. Imádom. Hogy nem. Figyelj, ez olyan intelligens, uh-huh. olyan jó, hogy így szólsz, nem? Ugye? Ebbe van szellem. Igen. Tudod, ez nem a kicsök, hanem sajnálatos módon defektet szenved. Hogy látod, meg lehet ezt mondani rendesen, és kiszúrom a gumidat, te szemét. És el is tűnnek a kerékpárok. És nem tartod ott. Így van. Ja, nincs belőle sértőd, és tudod nagyon jó, hogyha mégis ott tartod, akkor mi lesz a bringáddal, meg a gumival. Igen. Ez szuper, szuper. Tényleg így kell szólni a másik. Jaj, ne igen. Hogy így itt van valami, egy fekete lyuk, ahol eltűnik az összes szelep. Vagy egy kés áll ki a bringa kerekedben. Nem. Vagy ugyanaz írja, mint aki kiukasztja, nem? Hát igen, persze. Igen, de igen. Ugye, tehát itt a kettő egyes ugyanaz. Megunta, de hogy mennyire intelligens, mennyire szofisztikált, hogy ez üzenet így is célba ér. Nem kell itt csúnya szavakat használni, meg trágárkodni, meg közönségesnek lenni. Csak így ennyi, érted? Én miért zavar valakit egy lépcsőházban egy bringa? Valószínűleg nem tudja, a babakocsit eltolni mellett. Igen, kerülgetni kell, hát ezer oka van, meg ugye, ha van biciklitároló, bár az kültéri. Igen, valószínűleg a bringással vagyok, hogy én se hagynám kint, mondjuk. Nem tudjuk, hogy pontosan miért történt, ez lehetséges, hogy az volt, hogy ott állandóan, hogy a kerékpártáról felnyomták, elvitték belőle a bicikliket, és akkor ő így védekezett. Hát jó, mondjuk az intelligensebbek, vagy mondjuk akik mondjuk kevésbé kényelmesek, azt úgy öljek meg, hogy felviszik a lakásba. Mert hogy ott csak őt zavarja lent, a lépcsőházban megzavarja az összes lakót. Igen. És ezért üzentek így neki. Sajnálatos módon defektet kapnak a kerékpárok. És néha az is előfordul, hogy elpattannak a fékbofdenek. Megfáradnak. Megfáradt öreg fékbofdenek. Megfáradnak azok a fékbofdenek. Nem, szétugrott a láncszem. Igen, mennyivel intelligensebb lenne, hogyha nektek is így üzenne gonosz néni az utcában a megy miatt, nem?
Igen, hogy sajnálatos módon az erre sétáló apukák és gyerekek szemét söréttel támadják. Felhívom a szíves figyelmet. Nem én, de más itt nagyon-nagyon-nagyon vérmesen veszi ezt a dolgot. Történhetnek a balesetek. Történhetnek a balesetek. Például, hogy egy lapát nyíl el akkorát. Megyszedés közben baleset történik. Igen. Ezért a megyszedés nem ajánlott. Hát, ha egy ilyen táblát kirak, akkor már mentesítve vagyunk. A dióhoz én nem nyúlnék. Láttam már más is a dióhoz nyúlni. Sérült küllőkkel nem biztonságos hazatekerni a gyereknek. Ez jó. Egy ilyet elolvasok, én se akarom kint hagyni a bringámat. Értesz a szóból. Azt mondod, jó, oké. Oké, umbre. Megértettem. Igen, már ez a társasházas együttérés, ezért ez egy ilyen közös dolog, nem? Szóval én megértem, hogy valaki nem viszi be a bringáját a lakásba. Hát ott egy kicsit kikerülöd, hát te se ott élsz a lépcsőházban, kikerülöd, aztán mész tovább. Nekem annyi minden volt, amikor ilyen társasházban laktam. A szandájuk, a szánkójuk, a bringájuk, hát itt volt minden. De hogy úgy, az a lépcsőház feladata, vagy az együtt lakók feladata, hogy ezt elviseljék, nem? Mondom, hogy akkor leszek én a vaskalapos, de tilos a lépcsőházban tartani bármit, mert például a tűzoltóság nem tud bejönni. Egy bringától? Egy bringától. Hát a tűzoltó nem hülye, csak tűzoltó, hát arrébb tolja. Ezt én nem mondtam, hogy hülye a tűzoltó. Egy bringa nem akadályozhat meg valakit, hogy bejussál egy lakásba. De nem tudja arrébb tolni, mert te lelakatolod, ugye nem hagyod a tőrizetlenül a biciklit, de tehát te hozzá láncolod például a korláthoz. És akkor már ugye a folyosón se szabad tartani nem, semmit. Nem, a tűzoltó ilyenkor hozzá egy pneumatikus erővágót, kb. 2 másodperc alatt ketté vágja a biciklit. A bringát, nem a láncot. Persze. A legnagyobb kedvencem az ilyen lakótelepi vagy társasházas együttélés során az volt, amikor eltömöldött a szemét ledobó, és akkor tudod mi van? Tehát az egyik ledobja. Oké, eltömöldik, túl nagy volt a csomag, jó, mindegy, szoktunk így járni. Rádobja a következő is. És előbb-utóbb látszik már, hogy ugye a szemét már felér egészen a ledobónak a tetejéig. Ez 10 emeletes az a ledobó? Az a ledobó, amikor hát nem megy el. Nekünk ráadásul nem is 10 emeletes volt, hanem csak 4 emeletes, illetve egy magas földszintes, tehát gyakorlatilag 5 szint volt benne. És akkor tudod, rádobja, ez is rádobja, az is rádobja. És akkor még bocsánatos bűnnek gondolod, hogy mondjuk aki nem látja a csomagot, az nem tudja, hogy elakadt valahol. De amikor már teljesen felért a tetébe, és már nem is tudod becsukni a tetébe. Leteszi mellé. Igen, letesz még 2-t, vagy leteszi mellé. Tehát, hogy nem leviszi egyébként a kukatárolóhoz, és akkor ott bedobja. Nem, oda teszi mellé, és gyorsan... Nem én voltam. Igen, nem én voltam. Tehát ő például mire gondol, amikor meglátja? Hogy majd, amikor kitisztították, aha, tehát jött a kukás, elvitte a kukát, kihúzta alulról, lezuhant az egész, akkor majd a kukás fölsétál a 4 emeletre, és mindenhol megnézi, nagyon lejött-e a nagyon szemét. Jó. Én magam erre gondolok mindig, amikor leteszem a szemét ledobó. Vagy amikor én is leteszem, basszus. Vagy letettem, amikor ilyen nagyobb 10 emeletesből laktam. Én nem mentem. És láttad, hogy eldugult? Nem, de volt olyan is. Igen. Mert az, akkor te vagy az. Valahogy azt érzem. Akkor én is laktatok egy darabig. Azt nem csináltam, hogy mit beleerőltettem, és ráálltam, hogy menjél le, de nem vittem vissza a lakásba, meg nem vittem le. Igen, mit csinálsz a kukatárolóval is? Mész le. De oké, ha lemész, például nálunk úgy van, nálunk nincs már ilyen szemét ledobó, hanem úgy van, hogy van mondjam, 6 darab nagy zöld kuka, 2 sárga, 1 kék. Lemegyek hétfőn, és tele van minden. Tele van az összes kuka, már lehet csukni a tetét. Akkor például én hivatalosan nem tehetem le a kuka mellé a szemetemet, de már ráhalmozni nem akarom, akkor mit csak visszaviszem? Hát jós, mi keresem magadnak egy másik lépcsőházat, ahol még van rá lehetőség. Van. Vagy pedig óvatosan betuszkolom ide a kis kukában állunk. Hát volt olyan, hogy konkrétan egy ilyen 20 literes lábasba odaig be valami befőtt, vagy illetve valamit, hogy hívják, te lekvárt főztek be, vagy ilyesmi, az alja az totálisan ilyen szénégre, a tetején még ott volt a jó lekvár. A langyos kis lekvár, és így, és hozta, még lekalalasztam a tetejét, és hozta, és így kitette. És így kitette, és nem is tudom, hogy mit gondolt. Tehát lábassal, mindennel együtt szépen oda tette. Elvégezte a dolgát. Hát valaki sem megézik, hát ha valakinek eszébe jut. Na, akarok nektek mutatni valamit. 2016-os amerikai Got Talent. Uh-huh. Ugye tudjuk, hogy ez a modern, ki mit tud, igazából mindenkivel jelentkezhet. Mindenki bármilyen produkció jelentkezhet. Jelentkezett egy 90 éves néni. Bírom az amerikaiakat ebből a szempontból, mert sokkal szabadabban gondolkoznak, mint Magyarországon. 90 éves néni besétált, és meg tudom nektek mutatni, mert ki van odarakva, hogy ő mit adott elő,
mert egyébként témaindítónak ezt kíván. Mondd, hogy úgy énekel, mint egy isten. Nem, poglabdákat lő át egy lángoló karikán. Nem is akármivel. És nem a szájával lőni. Nem a szájával, és nem a hónájával. Igen. Na, szóval, hogy ő elment a Got Talentbe, és jelentkezett azért, hogy ő megmutassa, hogy mire képes. Aha. Bekísérik a nénit. Mindjárt elindul. A néni táncolni kezd. Ja. 90 éves. A közönség nyilván imádja. Már félek. Ja, Istenem, ne. 90 éves. Szóval mondom, hogy mind gondolkoztam. A néni ledobja a boát a nyakából, egy ilyen piros, én nem is tudom, ilyen flitteres ruhában van. Majd leveszi a szoknyát is. Az anyja. Most már csak rövid nadrág. Húha. Rövid nadrág. Kis papucs. A néni tovább vetkőzik. A zsűri nem hisz a személynek. A zsűri nem hisz a személynek. Mama megint ledob egy réteget magáról. És... Jé! Mama! Finom cipő pörgetés. Jó, én szeretem. Nagyon jó. Mama pedig elkezdi pörgetni a mellére rakott ilyen kis pikádószerű kis, én nem tudom mik ezek, megpörgeti őket. Strip 11-et. Strip 11-et, és... Ez bimbo dísz, gyerekek. Bimbo dísz. Hát megőrülsz, lógós bimbo dísz, kis bojtal a végén is azt pörgeti a mama. Igen. Mama megpörgeti, és imádja a közönség, imádja mindenki, a zsűri, a műsorvezető. Azt hiszem, hogy a Pharrell Williams műsorvezetőjük. Egyszerűen imádja mindenki. És aztán valahogy aztán Golden Buzzert nyomnak neki, tehát tovább is jut. Egyébként láttunk itthon is hasonlót, de azon gondolkoztam a produkció alatt, amíg ezt néztem, hogy egyrészt a mama jó arc, nagyon. Nem? Tehát 9 éves elmenni, ezt megpörgetni a melleidet élő műsorban úgy, hogy még bele van rakva két kis pikádó, az tök jó. De hogy van olyan a rokonság és a család, az hogy engedi el a mamát egyébként egy ilyenre? Hát két verzió van. Tehát ha te édesanyád, vagy a te nagymamádról van szó, mit csinálsz, mit mondasz? Fölhív engem Maris, és azt mondja, ott hogy ültök a Balázsral minden reggel. Biztos megint ő vezeti. Nem lehetne, Ferikém, hogy... Hát nem tudom. Most nála azért két Ferikém, lehetőség mi volt van. A legnagyobb like számotok? Na, szorozd meg ötte. Mutattam. Van egy produkció. Hogy, hát azért... Hogy vagy támogatod egyébként, ugye? Tehát azt mondod, hogy figyelj, mama, ezt szerintem marha jól csináld. Ha lebeszélni akarod, akkor már most neki mit mondasz 90 évesen? Vagy igen. Ha az én anyám azt mondaná, hogy elindul. Hogy bemenne mellett pörgetni. Igen. Vetkőzni, striptizálni. Mama. Ugye? Szóval, hogy itt azért nem mindegy, hogy hogy engeded el. Támogatod, és azt mondod, mama, egyszer élünk meg, kell csinálni. Lehet, hogy volt egy előélete, tehát, hogy otthon már ezt megnézték. Igen, egy kicsit kikaposabb volt. Lehet, hogy ez már a leszállóágnál. Lehet, hogy ennél sokkal durvább dolgokat csinált. Nekem egyébként van egy másik kedvencem, az is szintén hihetetlen aranyos, és egy idősebb korosztály, egy 82 éves úriember, aki civilben amúgy csillagász volt, és azt hiszem, hogy egyébként a Hubble űrteleszkópnak az építésében is részt vett, tehát egy nagyon komoly emberről van szó, gyakorlatilag egy tudósról, hogyha úgy tetszik. Bement szintén az X-faktorba, 82 éves, elmondta, hogy nagyon szeret énekelni, utána pedig előadott egy Buddy's cím számot a Drowning Pool nevű zenekartól, akik egy extrém metal csapat. Az öreg széthörök, megőrültekért, 8 milliós lágszám, nem hittek a fülüknek. Az öreg tolt egy olyan extrém metal számot, hogy sírt mindenki. De és visszafogott kinézete van? Hát ahogy hát, amilyen tudós, mi? Egy papa. Gyakorlatilag egy nagyon kedves, nagyon aranyos, olyan idős bácsi, amilyen nagypapát szeretnél te a gyerekeinek. Bocsánat, ez most nem volt tudatos, csak kihúztam közé, szegében. Ők vagy egyszer megvilágosodnak, és úgy indulnak el, vagy ez egy ilyen dédelgetett álom, amit így mindig kergetnek, hogy de jó lenne egyszer striptizálni, ahogy Doroti is, ugye striptizált egyet, vagy a bácsi énekel. Tehát igen. Ők egyszer csak így megvilágosodnak? Te egy visszafogott pedagógus volt valószínűleg 60 éven keresztül, egy ilyen egy amerikai kisváros iskolájában jár, és egyszer csak azt mondja, gyerekek, 90 évesek, mit vezethetek? Itt vannak a melleim. Az ő bakancslistáján már csak ez volt, vagy még volt még néhány dolog, lehet, hogy ennél durvábbak is. Hogy bemutassa Simon Cowell-nek a melleit, mert bojtok vannak, berak, és megpörgethesse. Ugye akkor meg azért tényleg valahogy így kellene, nem?
Igen, egyébként persze, nyilván, hát csak így lehet. Szerintem az egészet csak így lehet végig tolni. Tehát így van értelme. Igen. Na, biztos van olyan hallgatónk, aki bizonyos korba érve az anyukáját, vagy a nagymamáját megpróbálta valamiről lebeszélni, de aput, anyut, nagyit nem lehetett elrettenteni attól, hogy megcsinálja ezt vagy azt. Mert én is azt gondolom, hogy azért itt vannak felelősségteljes unokák, akik azt mondták, hogy nagyi ne. Doroti nagyi, ne csinál. Nem akarnak látni egy gátalendő striptizelni, úgyhogy vetkőzöl 9 évesen, majd pörgeted a melleidet. Amiben egy-két kis, nem tudom, pikádó van belerakva, hogy mi ez, bojt, vagy nem. Bojt, igen, ostorvég. Szóval, hogy ezt nem. És tényleg, de akár korfüggetlenül is megírhatjátok nekünk. Amikor úgy kellett végig asszisztálni egy hülyeséget, hogy ti mindent elkövettetek, hogy a szülők, a nagyszülők, a barátok azt ne csinálják, mert ciki, kellemetlen, már nem fog neki menni, igen, nem lesz jó, 70 évesen még le tudok menni hídba, nem tudsz, mama, hogy ne, léci, ne. Karácsony már, megmutatom a spárgát. Mama, nem mutassuk spárgát, mert nem régen lesz jó. Volt. Igen, ment, de az már tényleg régen volt. És igazából itt nem is őt félted egyébként, hogy ő beég, hanem hogy neked az utcára kell menni, aztán is a rokona vagy. Igen, igen, szóval, hogy, de tényleg, és nem is kell, hogy tévészereplésről legyen szó, csak bármi, amit valamelyik családtagotok a fejébe vett, és ti tudtátok, láttátok, éreztétek, hogy nem lesz túl szerencsés ennek a végkimenetele, jó lenne papát, mamát, nagyszülőt, testvért, rokon erről lebeszélni, mert valami olyat vett a fejébe, aminek nincs sok valóság alapja. A nagyik, aki gördeszkázni, görkorizni tanulnak, hát nem? Persze, hát most közben miért ne? Szóval miért ne csinálnák? Képzeld el azt a pillanatot, amikor már egy kicsit így leszállóakban van a buli, hogy ki a karácsonykor, és akkor így a nagypapa így a sok tojás likőrtől megtáltosod az asztalra csöp, és azt mondja, hogy bárki tud tüzet fújni. Na, és akkor tényleg nem dőlök. Nem, papa, nem. Ére nekem azt a metilalkolt, vagy nem tilalkolt, hogy eladkezzek, ne vedd el a családi nyufát! Igen. Mert valószínű Doroti fellépését is hasonló. Hasonló megbeszélések előzték meg. Egy vasárnapi családi ebéd, haszolt. Nem kéne. Jó, a szeretője nem szólt senkinek, csak egyszer csak föltűnt. Az meg a még nagyobb flash, mikor meglátod a saját nagybuterodat striptizelni egy ilyen gátteremben. Úgyhogy nem volt esélyed arra, hogy lebeszéld. Hát aztán fele tudja, hogy tehát feléjük, szerintem simán az lehet, hogy ő lesz az utca, vagy a kerület, vagy nem tudom, a város sztárja ezentúl. Hát felénk meg lehet, hogy az lenne, hogy ott van, hogy ne fordulj oda, ne köszönj. Igen, de az amerikai köbletszem, hogy jó fejek, ők ezeket imádják. Egyébként szórakoztató. Na, írjátok meg nekünk, jó, kit miről kellett lebeszélni, és miért, hány évesen vett valamit a fejébe. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt pontosan. Ja nem, még csak lesz. 3 perc múlva hello mindenkinek. Valaki meg tudná érni, mi történt a nulláson az 51-es felhajtónál, áll az egész. Ma úgy látszik, ma olyan közlekedési híreket kapunk, hogy nem kapjuk meg konkrétan, ma mindenki kérdez. Ez nem baj. Ma ilyen kérdezős napunk van. Nem? Hogy csak a válaszokat. A válaszok nem. Igen, ezt egyébként már elküldtétek. M0-áson az M7-es felé baleset miatt 5 kilométeres torlódás. Megszűnt a torlódás Csepelen, és a Dabasi lehajtónál, szerintem ez lehet, az M0-áson a Dabasi lehajtónál van a sor vége az M1 felé. Igen. Tehát baleset van, és az torlódik vissza a Dabasi lehajtó felé, szerintem ez az. Ugye? Nézem a vazén. Mit ír a vazén? Hát semmit, csak látok egy ilyen egybefüggő, hatalmas vörös csillagot. Piros vonalat a végig. Igen, az nem túl jó. Hát az megy ugye a hetesről, tehát az ötös felől, ahogy mész az M7-es felé, a nulláson hatalmas baleset. Igen, hát ez érdemes. Azért dugul már vissza szerintem az M5-ösön a nullás felhajtója is. Hú, hát nem is tudom, hogy merre lehet kerülni Lócsai úton, de hát az is, nem, ez mindenképpen. Hát, ha már benne állsz, akkor ez mindenképpen cumi. Ez mindenképpen. Ha már ott vagy, akkor már sem ellen. Valaki nagyon sírt, akkor te az Ócsai út felé ott leborított jobbra vagy balra, de hát... Igen. Elküldjük majd, ha elindul a forgalom. Jó, hallgatóink azt úgyis megírják, és akkor tudunk egy kicsit segíteni. Na, mi arról beszéltünk, hogy megtaláltuk Dorotit, aki 90 éves. Egyébként elküldt egy hallgató. Én a beszélgetést magát nem hallgattam meg. Lehet abból derül ki, hogy Dorot egyébként özvegy, Hawaiion él, és mindig is táncolt, és így gondolta, hogy akkor szeretné megmutatni magát. Igen, még egy utolsó nagy fellángolás. Hogy mi a cheesy, hogy gyerekek így ki lett fel. Igen, mert megtaláltunk egy 2016-os Got Talentet, egy amerikai Got Talentet, ahol Dorothy Williams egyébként egy Golden Buzzerrel, ha minden igaz, tovább jut. És ösztönkizett 90 évesen. De hova tovább? Majdnem minden megmutat magából, és egy kis, nem is tudom. Két kis bojt van. Két kis bojt van a mellén. És
striptizel, szeretjük. Dorotit zseniális, zseniális. De hát tényleg azért valljuk be őszintén, a legtöbben tartunk attól a pillanattal, amikor azt mondja a nagypapánk vagy a nagymamánk, hogy az semmi. Majd ő, igen. És hát pont erről kezdtünk beszélni, hogy az embernek van az életében egy olyan szituáció, amikor le kell beszélnie valakit arról, hogy ezt ne csináld, vagy azt ne csináld, mert nem biztos, hogy jó ötlet. Nem is biztos, hogy egyébként korfüggő a dolog, tehát nem csak 70-80 éves embereket lehet lebeszélni, hanem szülőket. Amikor bringázni akarnak, motorozni akarnak, vagy a fejükbe vesznek valamit, ami nem biztos, hogy nekik már annyira jól áll. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Bianca vagyok! Hello, Bianca! Szia. Na, neked ki kellett lebeszélni, miről? Nagymamám. Hát nem vele beszéltem, azt nem sikerült. Még kisebb voltam, ő 70 éves volt, és Tiszatónál egy strandon voltunk. Mondta, hogy ő fiatal korában úszott, nagyon jól, és ő megmutatja, hogy ő még mindig tud pillangózni. Pillangot úszni? Bocsánat, hány éves volt ekkor a mama? 70. 70. Úgyhogy mondta, hogy ezt ő mindenképpen megmutatja ott az úszómedencében, és nekiállt úszni, a gyerekek kimenekültek, ő nekiállt csapkodni, kifröcskölte a medencéből az összes vizet, végigúszta a pillangót egyébként oda-vissza, nagyon szépen, de hát nem volt teljesen felismerhető az úszás, nem? Úszómester nem ugrott be érte, hogy... nem kellett kimenteni, bár... igen. Hát, de volt, és végigúszta? Tehát volt a mamába lendület? Végigúszta, és szép pillangó volt? Tehát jól úszott? Nem. Csapkodott? Nevezzük vergődés. Hányan próbálták kimenteni közben? Hányan ugrottak be, hogy mama ne adja föl, itt vagyunk, mama tartson ki. Igen. Nem, de kiugrottak a vízből, kiugrottak. Azt a mindenség. De... Olyan sebességgel nyomta azért. Bírom az ilyet. Nagyon ábda volt lendület. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia, hello. Apám 84 volt, tavaly felújítatott magának egy bringát, hogy milyen jó bringázni, magas vérnyomás, szédül, menni alig tud, minden héten belemászik a kukába, tömöríteni a szemetet. Van szimpatikus szokásé. Általános iskola Balagácsi bulimon apám annyira berugott, hogy a fejére öntött egy pohár bort, szúnyogriasztót, pedig mondtuk neki, hogy lehet, hogy jó lenne, ha nem inna ennyit. Vettem egy kavaszakit, mikor édesapám azt találtam mondani, hogy szeretne menni vele egy próbakört, a bőkenő csak addig az volt, hogy Simpsonnal vágtatott, a kaván pedig egy ezresés kavaszaki volt. Nem tudtam neki, hogy mondjam el, hogy papa, nem biztos. Ez más kategória. Ez más kategória. Értem, a végén elállt. Motor, de mégsem. Két kerék, aha. Értjük, de nem ugyanaz. Igen. Nekem a barátomat nem tudtam lebeszélni arról, hogy 2 órán át üljön fent egy villanyoszlopon, és mindenkinek köszönjön, aki arra megy az utcában. Bonyarszvashegyen nyaraltunk, a nővéremmel lementünk este a diszkóba, Fater már ivott, és lejött utánunk, mert ő még menőnek érezte magát, úgy táncolt, mint a 70-es években. Haj, de jó az, mikor megérkezik a papa a dizsibe. Úristen. De egyébként olyan 2 perc alatt menő is lesz. Hát, hogy általában úgy hát ha jó lenni. Fej a közönség, azért igen. Tudod, valaki megtalálhatja. Aha. Na, mit keres itt maga vénizé? Papám akart a Got Talent-be jelentkezni, énekelni, mondtam neki, hogy felejtse el, ha leéget, kitakadjuk az örökségből. Dani küldte nekünk. Anyosom a 70. születésnapjára ejtőernyős ugrást kért, sajnos kinyílt az ernyő. Ennek egyébként 2 hete. Az menő. A szerető anyós. 70 évesen azért az szép. Hogy valaki nem? Ezt kipróbálja. 70 évesen tök jó. Igen. Hát ő úgy látszik, hogy nincs annyira jóba az anyósával, mert hogy drukkolt, hogy ne nyíljon ki az ernyő. Apu 70 évesen 100 kilósan kezdett el bőrszerkót hordani. Gyönyörű látvány. Na, ez a cikk. Szerintem nagyon klasszik kapuzárás, egy kicsit megkésve, 70 évesen bőrszerkó. Ezt nézzétek, az egy bőrgatyám. Apa, légy. 70 éves vagy. Hol a kocsit már? Jövőre jön a motor is, megnyugodt. Az biztos, a kutya miért szabad? Belőle. Mert kellett a lánc. Igen. Atya úristen, igen. Gyönyörű. Van még egy SMS, meg lett a tetkom, anyu 60 éves, akkor mondta, hogy neki is lesz. Kérdeztem mit, és azt válaszolta, hogy az első szerelme egy ifa sofőr volt, úgyhogy egy szép nagy kék nem ifát. Hiszem, nem hiszem egy el. Szép nagy azért. Kék ifát akar felvarratni. Ez kamu. Nem. Nagyon nagy. Nem maradhatsz magadra egy ifát 60 évesen. Azért, mert a szerelmed az volt egy ifás, egy hát ifa. A nevére nem emlékszel. Egy ifa. Ha, mert nem tudod, mi volt a neve, az ifa, az volt. Ifa, az egy ifát. És nagyon gondolkodik még egy félhátas kismanyi képben is. Kék ifát, hát nem. Nagyon nagy, szerintem nagyon szűk. Mi lett volna, ha csőgörényes, mi? Aha, na, nem, most tessék, képzeld el. Igen. Szippantós, vagy szippantós. Valami szippantós kocsit. Nevére nem emlékszem, de szippantós volt. Igen, ez egy jó óriási tartályos kocsit, felmaradsz magad. A tartály már belog a hónalán, nem baj? Igen, a csőgörény. Ez egyébként szerencse. Szerencse tényleg, hogy ifás volt. Na jó, hát köszönjük szépen.
Köszönjük szépen az SMS-eket, hogy elküldtétek. Van egy-két friss kamionunk, nem, illetve nem fáradott. Egy-két közlekedésünk, ami a kamion van. Szigetszent Miklósi lehajtónál torlódik a nullás, ott is van egy baleset, igen, itt az a bizonyos betonkorláton ment át az a bizonyos kamion. Valamint 86-os út Mosó-Magyaróvári bevezető szakaszán aszfaltoznak, azért van torlódás arra felé, ez Zsolt küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nem az M7-es felé állt be az M0-ás, hanem az M5-ös felé írta Móni. Jó, gyerekek, ma vákumban vagyunk, ebből nem jövünk ki. Ebből ma nem jövünk ki, de mindegy, jó. És figyeljetek, mi mindent megteszünk, aztán most vagy meg jó, vagy nem. Nem akarunk mosakodni, de azért alagút. Kapunk egy csomó olyan SMS-t, amiben azért nincsen benne minden információ. Tehát, hogy mi csak találgatunk. Igen. Tehát találgatunk, igen. Na jól van, játszunk egyet a hét utolsó mit mondóra. Játékosa már itt is van velünk. Visszafelé beszélünk. Ülészem élet a szív. És hozzájállat, aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyellánime. Aki válaszol. Halló. Halló, jó reggelt, Krám vagyok. Krám? Krám, ja, hogy visszafelé kell gondolkoznunk, akkor ez Márk, így van. Hello, Márk. Sziasztok. Honnan hívtál minket, Márk? 18. kerület. Hát, honnan más? 18. kerület. Ne szórakozzunk már. Ja, most ennek miért örültem annyira? Most esett le, hogy miért ugye? Nem kellene annyira örülnöm, mert hogy mindig 18. kerületékosak van. Összes rokon család meg volt mindenki, Jani? Ja, most már ez a harmadik kör. Ugyanazokból az emberekből. Csak igen. Elkopott a bögre. Ja, már az is játszott kétszer, aki soha nem volt. Más nézve. Igen. Márk, mivel foglalkozom? CNC-zek. Az nagyon jó. Az menő. Esztergályos vagy akkor? Marós, igen. Aha, CNC Esztergályos. Oké. Okay. Az vagy és kész. Az vagy és kész. Mondom az, mondom az. Te még nem tudod, de én tudom. Az vagy és kész. Így van. Na, mi a helyzet? Egyébként hogy telik a reggeled? Beszélgess velünk. Álmos jól, utolsó nap. Na. Kitakarítunk, megyünk haza szabadság, úgyhogy most már kényelmesen. Hát akkor egy az érzet, amit érzünk, mert nekünk is utolsó. Persze, igen, igen, csak én két hétig megyek. Na, szúrjál. Na, jól van. És hova mész? Hát, még jó kérdés. Jó, de mi meg novembertől majd tökre ráérünk, jó? Aha. Ja, jó, hát. Novembertől sokkal több időnk lesz, mint neked. De. Nem tudod még, hogy mit csinálsz a szabid alatt? Nem, hát egy kis pihenés, lehet, hogy van benne egy kis utazás is. Nem vagy az előre tervező típus azért akkor így, hogy ma van az utolsó napot, hát, holnap, hát tulajdonképpen most, szabid, nem, hogy... most nem terveztünk semmit, igen. Uh-huh. Hát kocsiba beülnek, elindulnak. Valamer elindultak. Persze. Az jó. Akkor ilyen belföld, külföld? Hát inkább belföld most. Belföld, aha, uh-huh. Jól van. Oké, na figyelj ide, akkor hát van egy szólásmondásunk, ennyi maradt már csak. Így van, igen. Tudtad fejből, hogy már csak ez maradt? Persze, hát minden nap hallgatunk titeket. De jó fejből. Kollektív van mindenki. Indítjuk az órát, van segítséged, vagy egyedül játszol? Vannak, persze. Van, na figyelj, így szól. Jó, hallgass meg, elindult az óram. Nadágam, kiszi, rökö. Aja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 j
Na bágam, kiszi, rökö. Na mi lehet ez? Ökörítik magában. Hát mindenki milyen jó ebben a játékban. Nem úgy, mint a fekete-fehérben. Igen. Jó, ügyes vagy. Ökör iszik magában. Ügyes vagy. Ügyes vagy. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szuper, szuper, köszönöm szépen. S jó pihit nektek. Köszi nektek is, sziasztok. Forever Lőrinc. És azt az átcsolom. Ciao, Márk, szia, szia. Hello, sziasztok. Hello, hello. Apukám 76 évvel sem még napi egy órát sportol, súlyozik, 10 kilót gyalogol, a rossz kartatás miatt viszont elszakadt a karizma. Jaj, Istenem. Bírom én még. Igen. Hát igen, 20 évesen még ment a hátraszaltó, de most 75 vagy. A nulláson egy másfél tonnás kis teherautó okoz fennakadást, nem kamion. A kamion pótkocsival ellátott teherautó, vagyis szerelvény. Ez egy kis teherautó. Fél, mi van, gyerekek, egy front van? Jó, tehát, hogy ölítek egymást, hogy kinek van igaz a közlekedési regben? Olyan gyilok megy ma, hogy merre van dugó, kis teherautó versus kamion, kinek van igaza, ki a hülye, és ki informál bennünket pontosan. Figyelj, nézd, ha hallgatok, presztis kérdést csinálnak abból, hogy jó információt kapjunk, és ha rosszat kapunk, akkor eszevesznek el. Nagyon szimpatikus, megnézne a vazén, tehát oda-visszát mutat a torlódásra, tehát oda-vissza torlódik, nem csak az ötös irányába. Hát hiszen átszakította, érted? Tehát átlóg.
Na, ja, vagy úgy. Van, aki csak annyit ír, srácok, tele van a tököm, hogy egy SMS-emet se olvassátok már. Na, itt van egy. Figyelj, most a legfontosabb átjött. Figyelj, most megnézem. Most várj, egy pillanatotok van. Igen? Nekem igen. Feri? Nekem nincs. Akkor hagyj. Nem kell már semmi, megnéztem, hogy mit írt, mit nem olvastunk be. Csúnya volt? Nem, beolvastam egy valamilyen kamionos üzenetet. Elesz Pisti küldte nekünk. Paranoiás ő is egy picit. Nem így van? De. Vagy érzi a frontot ő is. Frontos front van. Elmegyünk egy picit érezni, aztán jövünk vissza, 5 perc, pontosan 8 óra. Jövünk a hírek. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után 8 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Jövő héten nem vagyunk, csak mondjuk. Nem. Juhé. Picit elmegyünk. Ja. Pihenni. Még megyünk majd egyébként. Persze, nehogy azt hittétek, hogy nem. Nehogy azt hittétek, hogy ennyi volt. De most elmegyünk jövő héten, az biztos. És... Egy rövid nyúlfartnyi 5 nap. Igen. Egy nyúlfartnyi kis 5 napot. Kiveszünk mindent, amit még ki tudunk. Így van. Azért nem maradjon semmit. November utára, nehogy arra számítsunk, hogy két ünnep között még majd megyünk Szabira. Igen. Inkább megyünk ki, ami biztos, amíg biztos. Jó, én nagyon szeretem ezt a dalt. Meg kell, hogy állapítsam. Az lehet az oka, hogy mert nagyon jó. Ja, szerintem. Ja, mondod, de azért valószínű, azért megy ennyi. Valamiért. Ja. Nem volt benne a kezem, nem értettem be, de jó, meg bírom a szövegét egyébként, szóval a Kowalski meg a Vega szövegeknek azért van mondani valója, és ez ma valahogy azért így kezd elmaradni egy picit így. Kova zseni. A hazánk könnyű zenei életéből, hogy a szövegnek is legyen egy fajta mondani valója, nem? És már a szövegei, és most már ő is érti őket. Volt egy időszak, amikor... Nem volt ez mindig így. Olyan kevés ezt dolog történik a hazai popzenében. Az elmúlt 10 évben nem történt semmi, mondjuk egy Well Hello kívül nagyjából. Csarkítasz. De tényleg így van, nem? Most komolyan mondom, mi történt az elmúlt 10 évben? Hát azért ennek a szegmensnek, amit a Kowalski is képvisel azért. Akkor kezdjük. Na, akkor soroljátok. Igen. 1996. Nem, most komolyan mondom, mi történt a magyar popzenében az elmúlt 5 éven kívül? Mi volt az a nagy, ami akkor szólt, mint egy Well Hello? Nagyon semmi. Hát a retro visszajött baromira, azok az előadók vannak, akik egyébként voltak, Ákos, nem tudom, mennek, újra egy TNT, nem tudom, stb. Tehát brutál retro hullám, de egyébként mint új, mint friss, mint valami, amire felkapom a fejem, jön vissza a repülők, tök jó bírjuk őket, itt voltak a gesztiék, de ez csak a nagyjából egyébként szigorú értelemben commerce pop zene. Igen, én értem, de a szigorúan vett commerce pop zene, ja, mi abba történt? Semmi. Abba nem. Mi tört? Abba semmi nem történt. Semmi az ég egyet a világon egy Well Hello. Nem is kavart fel? Különösen nem. De a Well Hello jó, szóval mi bírom őket, meg jó a szöveg, meg szellemesek, meg szórakoztatóak, de tulajdonképpen ennyi. Nyilván fölbukant egy-két előadó egy bizonyos szubkultúrákban, meg szeretnek a tinik előadókat, de nagyon semmi. Semmi új, nem? Semmiféle új impulzus nem érte a magyar popzenét szerintem. Hát, ha és a Kowalski, az most ez a klasszikus pop? Szerinted? Ez vagy akkor ne, igen, ez ugye én hallgatom akkor csak az egész albumot, ez nem teljesen ne, az szerintem. Nem, igen. Nem, de nagyon jók a szövegek. Nem. Nagyon jók a szövegek egyébként. Okosak, értelmesek. Igen, de az új templom épült szeretem, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ezerszer meg tudom hallgatni egyszerűen. Van, nem, ez régebbi. Ez egy régebbi történet már. Szerintem ő nagyon rendben van. Hangilag is, tehát nagyon jó énekes, és a szövegé azok meg tényleg fantasztikusak. És nagyon pozitív. Tehát, hogy nincsen egyetlen busongós, egyetlen negatív. Nincs, tehát nincs abszolút. Nem alszáta vannak olyan előadók, akinek nagy tovább kell keresni, egyetlen vidám dalt az albumát. Igen, mondjuk ő ilyen nálam, peace, igen, love, rock and roll életérzés. Tehát neki meg minden dala arról szól, hogy szeressük egymást, hú, de szeretlek, amilyen hülye vagy, ugye van az ott, az is úgy szeretlek, én is hülye vagyok, igen, az is jó. Nagyon, az összes ilyen, de inkább ezt énekelje. Igen, ennek a dalnak is nagyon, nagyon jó. Nagyon jó a szövegem. Csak hogy megbonyolítsuk a dolgot, azt írja egy hallgató, a nulláson a szalakorlátet, én egy fehér hűtős Mercedes Atego lakik, ami legalább 7,5 tonnás. Neki aludt a beton elválasztónak, és a bal első kerekét hátrahagyva feküdt a tetejére. Emiatt van ott dugó.
fölháborodva közli velünk a hallgató, hogy nem mondjunk olyat, hogy az M5-ös felé az M0-áson, mert az most már két irányból is lehet. Valahol nyissunk már egy ilyen chat oldalt, hogy ezt meg tudják. Az nem másfél tonnás kis terautó, hanem 3,5 tonnás. A raksúlya lehet megközelíteni másfél tonna. Ez is jött. Nem másfél tonnás, hanem csak 1,4. Igen. Van az M5-esen egy friss baleset, az 51-es kilométernél Budapest felé. Atya Isten, a roncsok Budapest felé, igen, teljesen szét vannak szórodva a pályán a roncsok, úgyhogy ott is dugó várható. Uh-huh. A külső sávot már egyébként le is zárták. Uh-huh. Nem a külsőt, a belsőt zárták, nem így járjön. Megy az öldöklés, nagyobb megy az öldöklés, igen. Ne bántsuk egymás srácot. Szeressük egy kicsit egymást, nem? Péntek van, nyugi, van neki elég baja, aki fönt áll, érted, az elválasztón, hogy most másfél tonnával, vagy hárommal áll fönn, nem minden. Egyébként, meg annyi ugye rossz. Meg, hogy fehér vagy piros az autó, tehát nem minden. Érted, hát lejött róla az omát. Igen, kérdezi, hogy a halott pénz az semmi, kérdezi valaki, gyerekek 20 éve vannak, tehát persze, most értek végre oda, megszenvedtek érte. Nagyjából 20 éve zenélnek. És mint halott pénz is van már, vagy 15 éve, tehát most írtak három olyat, ami végre betalált. Már éppen készültek szögre akasztani. Kis grofó, az neked egy senki. Az valami, az történés, akkor az igen, hogy nézzék a járását. Én most nem teljesen erre gondoltam, de az a baj, hogy hallgatói néha kicsit csekélyesek. Tisztelet a kivételnek, nem mindenki, de most nem teljesen erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az elmúlt 10 éve nem történt semmi. Kis grofó önmagában jó, éppen rabosították, hogy hallottam. Igen, belekeveredett valami csúnya dologba. Tök jó, amit csinál, persze. Felfedezett egy 100 évvel ezelőtti népdalt, nem? Ja. Nagyjából tulajdonképpen, és még hatan egyszerre vele együtt, mások, akik most azóta a jognéjön civakodnak, hogy akkor most kinek csengesen az Artisius, hogy kié a dal. Kié a dal. Meg a zenének abban a szegmensében, ahol a kis grof és garázda, illetve igen, működik, ott szerintem azért van egy-két olyan előadó, akiről mi még egyáltalán nem hallottunk, vagy csak említés szintjén is irgalmatlan nagy sztárnak számít, lát, akik imádják, akik dübörögnek a falunapokon, és akiket tenyerükön hordoznak, és szeretik őket. Hát biztos, hogy vannak még jó pára. Persze. Csak hát nem. Nem jutott el hozzá. Persze, hát, persze. Mert te is segélyes vagy. Szépen. Nem, hát megteszek érte mindent, hogy nyugsson. Igen, jutott őket, ahol lehet, semmiképpen ne ismerni meg őket senki. Nem nyilván őket nem ismerjük, persze, de nem is erre gondoltam. Ugye szerdán vagy kedden beszéltünk egy levélről, egy anyukáról, akit Editek hívnak, sőt, nem csak a leveléről föl is hívtuk, mert van neki egy 10 éves kisfia, Dani, aki akut leukémiában szenved. Nagyon megható beszélgetés volt, és segítségért fordult hozzánk, egy hosszú-hosszú levelet írt nekünk, amit aztán nem is olvastunk föl, sokkal inkább úgy döntöttünk, hogy felhívjuk és elmondatjuk vele, hogy mi történt valójában. Ugye elmondta, hogy már-már majdnem úgy volt, hogy Dani meggyógyult, amikor aztán kiderült, hogy mégsem újra kiújult a leukémiája. És hát jelen pillanatban hetek óta ugye be vannak zárva egy úgynevezett ilyen steril boxba egy kórházba, viszont szeretne tőlünk segítséget kérni, tőlünk is a hallgatóinktól, mert hogy nincs hova hazamenni. Mármint abban az értelemben, hogy szükségük lenne egy steril szobára. A steril szoba ugye azért kell, hogy hát semmiféle veszély ne leselkedjen arra, aki legyengült immunrendszerből éppen próbál a leukémiából ugye meggyógyulni, mint ahogy Dani. Viszont ott egy apró nátha is akár a legsúlyosabb következményekkel járhat. És hát nincs lehetőségük, nincs pénzük arra, hogy kialakítsák otthon ezt a steril szobát. Kórházban nem maradhat. Nem. A teljes földgyógyulást ott nem tudod megvárni, tehát valóban menni kell. Sajnos mások is várnak ezekre a kórtermekre. Így van. És hát beszéltünk, hülyen tükröz azért bizonyos állapotokat Magyarországon, hogy semmiféle úgymond utókezelése nincs a leukémiás betegeknek abból a szempontból, hogy ha tudsz magadnak steril szobát csinálni, akkor van esélyed arra, hogy te a gyereket, a családokat meggyógyuljon, ha nem, akkor is kénytelenek kitenni, és akkor mész, ahova tudsz, aztán imádkozol, hogy ne történjen semmi. Tehát szörnyű. Nyilván szörnyű, hát az egészségügyel kapcsolatban nincsenek nagyon illúzióink. Ugye, és beszéltünk Edittel, aki mondta, hogy ő együtt dolgozik egy alapítvánnyal, illetve pontosabban ismeri magát az alapítvány működését is, és fölhívtuk Krisztiánt az alapítványtól, aki szintén elmondta, hogy leukémiás gyerekeken próbálnak segíteni, többek között steril szobákat is kialakítani. Úgyhogy ő maga is sorsás volt, tehát gyógyult betegként hozta létre ezt az alapítványt, mert látta, hogy milyen körülmények vannak, és mennyire rászorulnak ezek a betegek segítségére. Jelen pillanatban 12 család vár arra, hogy meg tudja csinálni a steril. Hogy valahova hazavihesse a gyermekét. Ugye a legnagyobb trauma után, amikor már kiderült, hogy beteg, végigcsinálod a kezelést, és
úgy néz ki, hogy a sors, az élet kegyes volt hozzád, lehet, hogy meg tudsz gyógyulni, viszont akkor még ott van a másik csapás, hogy nem tudod hova hazavinni, mert nincs pénzed, és te is szobád. A jó felé akarok menni ebben a beszélgetésben is, de azon kezdtem el gondolkozni, hogy eljön vajon az az idő, amikor megkérdez az orvos a transzplantáció előtt, hogy van-e otthon steril szobája, mert ha nincs, akkor nem csinálja meg? Azt nem hiszem. Azt meg kell csinálni, tehát az anyagon azt megcsinálod, igen. De azzal nem törődhetsz, hogy kinek meg van. Az életmentés a fő. Ha nyilván, persze. Utána azt már meg kell oldani. De így van, nehogy bekövetkezzen ez a szörnyű állapot, csak itt elkezdtem agyalni rajta pont tegnap, hogy egyébként mi van akkor, ha azt mondják kicsit jogosan, hogy elnézést, ha nem tudja biztosítani a steril szobát. Azt nem mondhatja, azt nem mondhatják. Szörnyű. Na, és ugye arra kértünk meneteket, hogy mint oly sokszor már egy picit próbáljátok meg segíteni, de hát kérni sem kellett szinte, mert hogy azonnal elindultak a telefonok, a felajánlások, mi közé tettünk ugye a Facebookon egy bankszámlaszámot, Editet külön összekötöttük a hallgatóinkkal, és hát az alapítvány bankszámlaszámát is feltettük a Facebookra, illetve a morningshow.eu-ra. És arra kértünk meneteket, hogy először lehetőség szerint Editet segítsétek egy picit, ha tudjátok, és aztán, ha marad még, vagy úgy gondoljuk, hogy Editnek már meg lesz a steril szoba, akkor magának az alapítványnak is segítsétek kicsit úgy a munkáját, hogy megpróbáltok 1000, 2000, 5000, 10000 forintot átutalni. És hát már a beszélgetés pillanatában megindult az SMS fal, folyamatosan csörögtek a telefonok, és hát úgy néz ki, nagyon sokan próbáltak kisebb-nagyobb összeggel segíteni. Úgyhogy utána járunk, hogy hogy állunk, mind Editnél, mind az alapítványnál. Itt van velünk Edit, jó reggelt! Hello, Edit, szia! Jó reggelt! Hello! Fiúk, jó reggelt! Jó reggelt! Na, egy kicsit vidámabb a hangod, mint amikor utoljára beszéltünk, ez mindenképpen jó jel. Igen, ennek két oka is van. Na. Az egyik az, hogy hát összejött a pénz, illetve nem csak az a pénz, amiről beszéltem, hanem annál egy jóval nagyobb és szebb összeg. Azt lehet mondani, illetve a gyermekem is, hál' Istennek elindult a gyógyulás. Jaj, de jó, ez a legjobb, szuper. Most az adás napján, amikor bementem az adás után hozzá, akkor egy nagyon szép kereksejtszámmal fogadtak, ami már azt jelentette, hogy ez a csontvelő úgy néz ki, hogy megtapad és elkezd dolgozni. Hát nyilván ez még hetekbe telik, de elindultunk a jó úton. Igen, ugye arról beszéltünk, hogy egy ilyen steril szoba nyilván a körülményektől függ, ez lehet egy 2-3 000-5-600 000 forint, körülbelül ennyibe kerül. Ugye? Igen. Akkor igen, és hát attól függően, hogy te mit tudsz ebből megvalósítani, illetve mennyi pénzed van arra, hogy ezt megcsináld. És ez attól függ, ugye, hát ami a legszükségesebb, azt megcsinálja az ember, azon felül persze el lehetne itt milliókat költeni erre. Hogyne, persze, de hát nyilván a lehetőségek végesek. A legszükségesebbekről beszéltünk, hogy így azért akár egy 4-500 000 forintba is kerülhet. Igen, és ez tényleg mire. Csak az alap mindenből. Igen, mi mikor viheted haza a gyermeket, hogyha mondjuk megvan a szoba? Mikor? Igen. De hogy ez az összefüggés? Tehát ahogy megvan a szoba, viheted? Hát nem a szoba meglététől függ a dolog, hanem a gyermeknek az állapotától. Ezt kérdeztem. Tehát nyilván az a jó, az az ideális, hogyha a steril szoba készen áll már mondjuk 1-2-3 héten belül, hogy amikor azt mondják, hogy na, akkor eljött az idő, akkor ne kelljen még azon gondolkodni, hogy úristen, akkor hova? Még ezt miből, meg hova, meg még ez is hiányzik, meg az is hiányzik. Úgyhogy az lesz az ideális, hogyha ez 2-3 héten belül elkészül, és mi már csak azt kell, hogy várjuk, hogy azt mondják, hogy mehetünk haza. De jó menő. Akkor most festés van már nálatok? Igen, hát nálunk már elkezdődött a festés, illetve mi már ezt elkezdtük korábban, még amikor felvettem a kapcsolatot Krisztiánnal, amikor még ugye nem is tudtuk igazán, hogy miből is fog ez megvalósulni, mert hát most nem azt mondom, hogy nem volt egy fillérünk se erre, de tényleg csak annyi, hogy a legszükségesebbeket tudtuk volna, éppen egy festést, egy fürdőkádcserét, és ennyi gyakorlatilag. Mennyi pénz jött végül aztán össze? Mert én tudom, hogy jöttek ilyen személyes felajánlások is, akik közvetlenül veled akartak kapcsolatba kerülni. Igen. Hát a teljes összeg, most először azt mondanám, amit kaptunk, ez mind az alapítvány által, mind a magánfelajánlásokból. Az alapítványal majd beszélünk, most azt mondom, hogy neked vagy nektek jött, mint család. Személyesen. Tehát úgy ért, hogy az alapítványon keresztül jött, de az is a mi nevünkre szólt. Ja, ti nevetekre, tehát, így van, valaki az alapítványnak utat, valaki kifejezetten kérte, hogy volt, neked. Volt, aki az alapítványon keresztül, de minket jelölt meg kedvezményezetként, azért mondanám ezt az összeget, mert ez így korrekt szerintem. 2.420.000 forint. Jaj, de klassz. A teljes összeg. Jaj, de jó. Gratulálunk, és nagyon-nagyon köszönjük. Ez úgy adódott össze, hogy nekem személy szerint az adás után, aki megkeresett, egy vállalkozó házaspár, aki nem kérte, hogy nyilvánosan szerepeljen a nevük, felajánlottak azonnal 500.000 forintot. Ó, de rendes. De helyesek. Aztán a számlán láttam, a gyermek számláján, amikor megnéztem az átutalásokat, egy magyar köz
szereplő is utalt egy 500 000 forintos összeget. Őt sem fogom most megnevezni nyilván ezért, mert nem kaptam rá engedélyt, illetve gondolom, hogy ő sem akart nyilván. Nem, én tudok szerepelni. Erről, mert mi irányítottuk hozzád, ő nem akarja a kilépést. Igen, ezért mondom, hogy nem mondom abszolút a nevét, de tőle is ez a szép kerek összeg megérkezett. Tehát így 1 000 000 forint, ami közvetlenül a Dani számlájára érkezett. Úristen, de jó. Na jó, hát akkor egy kicsi marad is mondhatni, nem? Tehát megcsináltuk a sterilszobát, és így akkor van, még egy-két dolgot tudtok. Hát ez teljes lenni mértékben a gyermekre fog fordítódni, illetve az ő gyógyulásának a körülményeit szeretném javítani, illetve biztosítani. És ugye most attól függetlenül, hogy itt most minden szép és jó, és elindultunk a gyógyulás felé, és természetesen abban bízunk, hogy itt ezt le lehet majd zárni. Sajnos a sok év tapasztalata azt mondatja velem, illetve a sok minden, amit láttam itt a kórházakban, hogy tehát egyáltalán nem biztos, hogy ennek a dolognak itt vége van. Hát azt nem lehet kijelenteni, persze erről beszéltünk, hát nálatok is már ugye úgy volt, nekünk, hogy vége, aztán másfél év után kiújult. Azért mondom, persze, hogy nekünk azzal is számolnunk kell, hogy nyilván nem ebben fogom leélni a mindennapjaimat, mert pozitívan állunk a dologhoz, de sajnos azzal is számolnunk kell, hogy akár újra visszajöhet ez a dolog. Igen, ezt beszéltünk, hogy erről ezzel számolni kell. Hát igen, igen, tehát egy csontvelő transzplantáció sem 100%-os biztonsággal mondható azt, hogy megoldást kínál erre a dologra. Hát de bízunk benne természetesen. Igen, igen, és igen. Akkor mondanám tovább, jó, hogy az alapítványon keresztül, ami minket megjelölve érkezett, egy cég, akinek szintén nem fogom mondani a nevét, mert szerintem ők is anonimitást kérnének, 600 000 forint felajánlás érkezett. De klassz, csodálatos. Nagyon jó, hát hál' Isten. Örülünk. Illetve az egyik válogatott labdarúgónk, akit szintén nem fogok megnevezni, de szerintem ti tudjátok, tudjuk, hogy igen, rajtunk keresztül jelentkezett. Őtőle is kaptunk egy szép kerek 500 000 forintos összeget. Illetve egy dedikált meszt ígért nekünk. De rendes, igen, tudjuk, hogy ki, de nem akarja, hogy mondjuk, úgyhogy nem igen, mondjuk. Igen, úgyhogy én sem fogom mondani a nevét. Illetve az alapítványon keresztül a magánszemélyek, amiket összesen összeadtak, az 325 000 forint. Nagyon jó. És itt szeretném megköszönni minden egyes hallgatónak most az összeg nagyságát figyelmen kívül hagyva, hogy akár 1000 forint, akár 500 forint, teljesen mindegy, mert én nagyon jól tudom, hogy volt, aki akár az utolsó 500 000 forintját adta oda, hogy tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek is. És ilyenkor én, mint anya, nagyon boldog vagyok, hogy ennyi önzetlen ember él ebben az országban. Igen, hát ezt, igen, mi mindig érezzük, amikor segítséget igen kérünk a hallgatóinktól, hogy hál' Isten itt vannak. Ők nekünk, meg mi nekünk, és akkor nekik, és így próbálunk lehetőségünkhez mérten segíteni. Igen, mindig megmozdul ilyenkor az ország, főleg ha ilyen történeteket igen, hallanak. Igen, és én tettem egy ígéretet magamnak is, illetve Krisztiánnak is, hogy én még ebből a pénzből fogok segíteni ugyanilyen rászoruló családoknak, mint amilyenek mi vagyunk. Hát ez nagyon szép. Szép gesztus. Edith, jobbulást, gyógyulást akkor nektek. Használtok ezt a sterilszobát minél előbbi gyógyulásra. Jó. Danit csókoltatjuk még egyszer, mondom neki, bár egyszer már üzentünk neki, de még egyszer. Még egy mondatot? Nyugodtan, persze. Hát, csak annyi lenne, hogy ez is egy segítség felhívás, illetve a hallgatók így is segíthetnek, és ez nem kerül pénzbe. Nagyon fontos lenne az, hogy Magyarországon minél több őssejtdonor legyen, hogy jelentkezzenek őssejtdonornak. Mi is a férjemmel regisztrált őssejtdonorok vagyunk a gyerekbetegségének a kezdete óta, és nagyon szépen kérek mindenkit, aki megteheti, és elmegy vért adni, hogy azzal a lendülettel jelentkezzen őssejtdonornak is, mert tényleg nem egy fájdalmas eljárás, egy tűzhúráson kívül semmi nagyobb fájdalommal nem jár a dolog, és így is megmentheti akár több ember életét. Bizony. De jó, hogy ezeket elmondod. Hát ezeket nem is tudják, ugye az ember a véradásról igen, tud, de nyilván erről kevesebbet beszélünk. Igen, persze. Igen. És sajnos az a baj, hogy Magyarországon én, ahogy tudom, tehát negyed annyi őssejtdonor van, mint amennyinek kellene lenni. És ugye legtöbbször külföldről kapjuk az őssejtet. Nem is kap akkor a hírverést, nem is kap sajnos akkor a hírverést. Igen, és ez sajnos elég nagy probléma. Igen, de beszélünk róla, ez fontos. Edith, nagyon szépen köszönjük, örülünk, tényleg, és hát akkor mielőbbi gyógyulást. És nektek is nagyon szépen szeretném megköszönni a segítségeteket, mert tényleg ez nélkületek nem ment volna. Úgyhogy köszönöm, fiúk, tényleg itt a hallgatóknak és mindenkinek. Köszönjük szépen. Mi csak a csatorna vagyunk, tulajdonképpen itt a tengelykapcsoló. Igen, a tengelykapcsoló. Ez egy nagyon fontos momentum volt most ebben a dologban.
Örülünk. Puszi Edith, ciao. Puszi nektek, köszönjük. Sziasztok. Na, hívjuk Krisztiánt is, itt van az alapítványtól már is. Bajzett Krisztián. Hello Krisztián, jó reggel, ciao. Szia Balázs, itt is vagyok, igen. Hello. Na. Üdvözlöm a hallgatókat. Hello Krisztián, ugye beszéltünk, elmondta te is, amikor fölhívtunk Edith levele után, hogy személyesen érintett vagy a dologban, ugye te is átmentél a leukémián, aztán csináltál egy alapítványt, és a Tegyünk Együtt a leukémiás gyerekekért alapítvány vezetője vagy tulajdonképpen. Pontosan azért, mert átélted, meggyógyultál, és rájöttél, hogy sajnos az ember ilyenkor mennyire kiszolgáltatott, és próbálsz segíteni. Ugye mi mondtuk, hogy akár utalhatnak az alapítványnak is, vagy pedig, ha valaki úgy gondolja, hogy Edithnek már nem szeretne, mert úgy érzi, hogy összejött, viszont szeretne még segíteni, utaljon nektek. Sikerült úgy összesíteni, hogy mennyi jött? Úgy van, összefoglaltam itt egy pár gondolatot, pár részletbe szeretnék belemenni, gondolom most egy ilyen helyzetjelentést váltok tőlem röviden. Hát igen, kik voltak. Remélem beleférek a tipébe, próbálom összeszedni röviden a gondolatokat. Azt kell mondjam, hogy a gyűjtés felülmúlt az elképzelésüket. Mindjárt mondom is a pontos összeget, ami teljesen naprakész a mai reggelig beérkező összes adományt tartalmazza, de előtte hagyszolgáljak egy pár adattal. Rengetegen a jó cél mellé álltak, szám szerint 1119 hallgató. De. Ugye hallgatóból lett befizető, ennyi adomány érkezett a számlánkra. Kedd reggel óta ugye folyamatosan a műsor óta folyamatosan jönnek és jöttek és jönnek is még a befizetések. A legkisebb befizetés, ami egy fiatal embertől érkezett, az 200 forint volt, tehát gondolom, hogy egy... Sem, de nagyon helyes, ez tök jó, persze, de helyes. Ezzel szemben viszont a legnagyobb egyösszegű támogatás az 1 millió forint volt, ugye mint hallhattuk is egy neves sportolótól, megnevezni én sem fogom, mert nem feltétlen szeretné a nevét hallatni. Ő egy focista egyébként, és sokan ismerik, Magyarország büszkesége. Uh-huh. Köszönjük neki nagyon. Nagyon köszönjük neki is, igen. És akkor mennyi az összeg, ami ugye már az alapítványnak jött, ugye, Editen kívül? Igen, gondolom már mindenki izgatottam már az összegyűjtött adomány nagyságát. Hát lássuk. Most, mint már mondtam, ugye 1119. Olyan, mert nagyon profintolok. Nos, rájegyzőnket kérdezzük. Remek rádiós vénával vagy megállva. Nem lövöd el az elején az összeget, hanem építed a megszólalást. Ez nagyon szép. Tehát azt kell mondjam, egészen szakmai. Mondom a számot. Összesen 8 millió. Jézus, atya úristen. Csodálatos. Atya úristen. Ezt mi sem tudtuk. Direkt nem kérdeztük meg a héten téged, hogy majd mi is itt szembesüljünk. Igen. Tehát összesen 8.279.543 forintot fizettek be eddig a számlánkra. Ez ugye hatalmas pénz, amit ezúton is nagyon-nagyon, de nagyon szépen köszönünk. Köszönjük a 200 forintos befizetőnek is, és a 1 millió forintot átutaló sportolónak is. Mindenkinek, aki áldozott erre a célra. De jó, akkor azt nézzük, hogyha mondjuk 12 család vár, és durván mondjuk akár egy 600 ezer forinttal számolunk, akkor az is meg lehet, hogy mind a 12 családnak meg tudjátok csinálni ebből a steril szobát. Így van, ahogy Balázs mondott, ez pontosan már mindenkivel fel van véve a kapcsolat. Wow! Hát ez úgyhogy, nagyon úgyhogy igen, az előkészletek megvannak, hamarosan el is indulnak a munkálatok a lakásokban. Ugye ebből a pénzből a 8.279.543 forintból 1.416.681 forint jött célzottan a Daninak. Ezt még ki is utaltuk, felkerekítettük ugye az összegeket, hogy minden nap megkapta az aznapi utalást. Tehát összesen a Danit 1.425.000 forinttal támogattuk. Ezen felül ugye maradt 6.862.862 forint a számlánkon, amiből ugye nyilván a többi kis beteget fogjuk tudni segíteni. Azt el kell mondjam, hogy a készpénztámogatáson felül jött több tárgyi felajánlás, több cég minket megkeresett. Nem tudom, hogy belemeltek a részletekbe? Itt konkrétum most csak így emelj ki, nyilván a teljes igény nélkül nem is tudunk mindenkit, csak hogy miket ajánlottak. Igen. Az egyik legnagyobb felajánlás az volt, hogy felhívott egy hölgy, akivel egy festékforgalmazó cégnél dolgozik, ő a vezetője, hogy mind a 12 családnak a szobát, jó, tehát mind a 12 steril szobában ők állják a festéket. Ez egy speciális falfesték, amivel ugye műtőket is szoktak festeni, úgyhogy ez egy nagyon jó lesz, mert mosható, feltételítettük teljesen megfelel a célnak. Egy másik vállalkozás, egy nagyon jó pofa gyerektapétákat forgalmaz, amiből ők is felajánlották, hogy egy kis gyerek részére fogják állni egy szobára való tapétát. Műgyantárhoz hasonló padlókat készítő cég is ajánlott fel támogatást. És hát sorolhatnám sorba, elég sok felajánlásunk érkezett, de gondolom már nincs rá időm.
Úristen, de jó, hát ugye ezek mind pluszköltséget jelentenek, mert az összes szoba, azt nézzük, hogy 12 szoba kifestés, akkor megint egy kicsit több marad, ami ugye mosható felület, igen, szintén abszolút. Nagyon könnyen fertőtleníthető. Igen. De jó, hát ez nagyon klassz, örülünk, tényleg, komolyan mondom. Hát ez minden várakozásunkat felülmúlta azért, volt már nekünk gyűjtésünk, ahol azért napokon keresztül kellett mindig visszahozni egy-egy adott témát, egy-egy gyűjtés, hogy körülbelül ilyen összeget tudjunk összegyűjteni. Erről pedig egyszer beszéltünk, kiraktuk, és utána most hozzuk vissza újra, és ehhez képest nagyon, ugye hát 8 milliós összegek röpködnek, úgyhogy tényleg, hát igen, ez hát nagyon klassz. Én sem tudom, hogy mit is mondhatnék a gyűjtéssel kapcsolatosan, talán annyit, hogy nagyon szépen köszönjük a rengeteg segítséget, ezt a sok minden jót, higgyék el, ez a köszönöm, ezt nem csak én mondom, hanem rajtam kívül nagyon sok leukémiás beteg, akik nagyon fognak örülni az adománynak és a mi támogatásunknak. Én azt hiszem, hogy mi ezt egyféleképpen fogjuk tudni igazából a legjobban megköszönni, hogyha továbbra is tesszük a munkánk, tesszük úgy, ahogy azt önök támogatók elvárják tőlünk. De helyes vagy, Krisztián, köszönjük. Hát akkor jó munkát nektek most, azért akkor várnak rátok. Egy feladatok, szobák. Igen, aztán mennünk kell, igen. Igen, tudom, hogy ez nem a reklám, hely, nem is reklám, ez szerintem nem is minősül annak. Arra szeretném megkérni a támogatókat, akik segítettek, hogy a Facebook oldalunkat, a facebook.com, tehát tegyünk leukémia oldalt, lájkolják, és akkor látni fogják, hogy mire költöttük a pénzét. Illetve egy gondolattal szeretnék búcsúzni, ami a honlapon a betegségtörténetem alján található. Betegtársaimnak kitartást szeretnék kívánni, végig lehet, végig kell ezt csinálni. Ugye tegyünk a leukémia gyermekekért és betegekért között, mert itt majd nem hiába jött létre. Én ugye a nevem, az arcom, a teljes én nem adom hozzá, 0-tól 24 óráig mindig, amíg így csak élek. Nagyon helyes vagy, Krisztián, köszi, hát ugye te is említetted, hogy tudod, miről beszélsz, így van, átmentél ezen, hál' Isten, meggyógyultál. Oké, beszélünk, jó, ha újra aktualitása van a dolognak. Nagyon köszönjük nektek, hogy vagytok. Hello, Krisztián, köszönjük szépen, ciao, hello. Na, minden fontos elhangzott, aki még szeretne tenni, a jó ügy érdekében elmondtuk az alapítványt, a Facebook oldalt, úgyhogy sosem késő segíteni, adni, hát van sajnos bőven beteg, úgyhogy lehet kint segíteni, de akkor úgy néz ki, hogy mind a 12 családnak meg lesz a steril szobája. Minden tárgyi felajánlás, nagyon szépen köszönjük. Fantasztikusok a hallgatók. Hát tényleg, abszolút, igen, azért csináljuk ezeket, mert a jót kötjük össze a jóval, ahogy szoktuk mondani, és akkor innentől kezdve működik a dolog. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, 45 perccel. Hurrá, hétvége van. Benned volt. Tényleg nem volt a hétvége. Nem, a születésnapomon gondolkoztam. De kár, hogy nem tudjuk átadni az ajándékot, Jani. Milyen ajándékot? Hát, megint belekevertél valamibe? Tudod, hogy előre beszéljük meg mindent. Én utólag nem szeretem ezeket a majd, mindenki ad bele. Kattak, hogy beszéljük meg előre. Hát, és akkor legalább de pont azért, mert semmi. Szabin vagyunk, gyerekek, és nem tudjuk odaadni, de sajnál. Én feloldom ezt a dolgot. Milyen dolgot? Hogy hétfőn van a születésnapom. És hogy hétfőn ugye nem vagyunk, mert Szabin vagyunk. Hogy pontosan rá egy hétre. Hétfőn. Ugyanúgy benne vagytok még a 8 napban. Hát sajnos, én nem. Úgyhogy semmiféle lelkiismeret furdalás, vagy vajon a Bali ennek most ugyanúgy örül-e, mint ha hazapattuk volna át, vagy hogy esetleg nem meritek odaadni, mert azt gondoljátok, hogy már eltelt egy hét, és ez már ilyenkor kínos, hogy semmi ilyen érzés, rossz gondolat, bármiféle olyan dolog, amit lebeszélnetek magatokat, abszolút ne legyen. Nincs. Mert higgyétek el, hogy ugyanúgy tudok annak örülni, majd, amit adtok egy hét múlva a születésnapomra. Aha. Tehát, hogy nem 18-án, hanem mit tudom én, 24-5-én adjátok ezt. Tehát, hogyha beférkőzik egy ilyen gondolat a fejetek, hogy nyúltok valamiért, és azt gondoljátok, hogy én ezt megvenném a Balinak, de már egy héttel később a fene vigye, szegény Bali, hogy ne legyen ez, hanem Balázs, nyúljatok érte. Én ebben az emberben ezt szeretem. Az önzetlenség. Hogy a kicsinek, a semminek is tud örülni. Hogy tőlem tényleg ezt várhatok. Így van, ezért mondom, hogy nyúljatok érte bátran, hogy ne legyen egy ilyen hezitálás, hogy most á, Istenem, eltelt egy hét, hát szegény, ha már nem mondtuk meg, nem írtunk neki. Nyugodtan, tessék érte nyúlni, tessék megvenni, és nyugodtan nekem hétfőn ugyanúgy bőzni, és azt mondja, nagyon boldog szüli napot neked, Bali. Igaz, hogy egy hetet csúsztunk, de nem tehetünk róla, hiszen Szabin voltunk. Ezért fogadd el ezt most tőlünk sok szeretettel, jó? Csak erre akarlak benneteket kérni, hogy semmi ilyen nyomasztó érzés ne vegyetek a nyakatokba. Most a is olyan napon, mert itt van nálam. Nem, ne lőjük el előre. Én tudom, hogy készültél, hogy biztos van valami apróság. Én tudom, hogy most felkutatnám a táskádat, biztos, hogy már lenne benne egy kicsi csomag, ott a Balinak felirattal, de ne add oda előre.
Csak azért mondom, hogy 18-án nem tudod adni, de ne legyen nyomasztó érzés benned, jó? Semmi. Uh-huh. Semmi olyan érzés, ami azt váltaná ki, hogy már nem adom neki oda. Nyugodtan. Na jövőre. Jó? Nagyon majd jövőre. Hát ki tudja, mi lesz jövőre. Add inkább oda egy hét múlva. Nem fog megromlani, amit vettem. Annak biztos. Örülök, tudod, hogy nem szeretem a romlani. Úgyhogy nyugodtan, most van egy hétvégétek, van egy plusz hetetek. Elutazunk mi is, tudod, az a baj, hogy én nem tudok neked mit venni. Biztos ott is nem vagyunk, van valami. Hogy ne volna. Azt kapott tőlem, amiután minden buddhista vágyik. A nirvánat, a semmit. Az is jó. Csak csomagolj be. Csak köszönj föl. És drága hallgatók, nektek is mondom, hogy ha bármit tényleg postára akartok adni, vagy elküldeni, vagy azt hiszitek, hogy egy héttel később már nem jó, ugyanolyan jó. A portás el tudja rakni egy hétig, ugye? Elrakja a portás, abszolút. Berakják az asztalonba. Külön asztalunk van, megérkezik. Több csomag is elfér azon az asztalon, úgyhogy semmiféle ingerencia ne legyen, hogy nincs a bali, akkor most itt hova? Ne adjunk semmi. Ez jó? A feloldódás, ez benne van, ami, mert akkor sósav, tehát... Ja, hát az is egy jó deci királyvíz. Nem, nekem még megvan az, amit tavaly kaptam tőle, azt fogom becsomagolni. Nem illik ajándékot visszaadni, te is tudod. Én azt mondom, nem szabad a múltba visszanézni, tekintsünk most előre, a jövőbe. Aha. És a jövő most a születésnapon. Nem késő változni. Nem késő megváltozni, nem késő ezt új alapra helyezni. Akkor azt, amit neked szántam, azt a négyzetére emelem. Így van. De nagy vonalú. Ugye? Nem kell, hogy nagy dolog legyen, tudod, hogy nem várok nagy dolgot. Nem várok nagy dolgot, csak egy pici, apró, kicsi apróságot. Így július 18-a környékén, de mivel Szabin vagyunk, így akkor pontosan rá egy hétre. Jó? Jó. De mit szeretnél mégis, hogy egy használható autót például az életedben? Ne, ennek már nem vágyom. Lehetne drága autóm, de nincs. Tehát, nem drága, használható. Ja, használható. Hát, az viszont kéne. Ugye? Az sokkal jobban kéne. Vagy. Így van. Még mindig az angol autók oltárán áldozom, de most már azt gondolom, hogy lebeszélhető lennék erről. Mert így van, jól van, igazatok volt. Na, jól van, valóban így van. Autót maximum a japánok meg a németek tudnak építeni. Ha felevigyel, sokáig hűzdöttem ez ellen, de el kell ismernem. Jó, el kell ismernem, mert nem volt egy túl jó döntés. Egyébként ezzel nincs semmi baj. De valami apróság, hát talált ki, hát egy kicsit mici macka, ütögesd a fejed. Nem ugye, a te születésnapodért, én nem ütögetem az gondolj, én fejem. Gondolj, valamit, nem kellenek nagy dolgok. Gondolj, hát semmi, akkor menjünk. Akkor menj vissza, és gondolj még üsd a fejed még jobban, jó? Jó. Addig foglak ölelgetni, míg a hátadon is folyni fog a víz. Az is jó, de azért mellette legyen egy kis csomag. Én szeretem a meglepést, hát a kutyafáját. Lesz. Na hát, vannak hibáim, az egyik, hogy szeretem a meglepést. Milyen ajándéknál jobb az őszinte semmi? Aha, az álságos. A kettő nem ugyanaz. Ki szokta ezt mondani? Bemegyek, régen volt ez az ajándékozási hullám nyaralásból, amiről hányszor lebeszéltelek benneteket. Igen. Ezt ne nyomjuk, mert ez nem őszinte. Hát elsősorban saját érdekedben beszéltél, Nem, én abból teljesen lelkismert hullást. Nem igaz, amikor én hoztam valamit, annak például örültél. Nem, persze, ez ilyen tranzitba megzett, ilyen félszáraz olasz kekszek. Nem vettem semmit, bemegyek a tranzitba. Ennél mondtam, hogy az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi. Aha. Én gondoltam rátok nyaralásnál. Igen. De nincs egy ilyen vágy. Küldtem képet, igen. De nincs bennem egy ilyen vágy, hogy a tranzitba, jaj, most bizonyítanom kell, gyorsan vegyünk két csomag kekszet. Tehát, hogy de ez egy szülinap. Hát azért ez más. Hát azért itt az ember nem fogja vissza magát. 39. De szép. Ugye? Ez még nem a B oldal. Ugye, papperok? Na, most már. Lassan átmegyek azért, követlek benneteket, de látom azért, hogy itt mindenféle dolog vár rám, hogy már közel az 50 felé. Rövid látás, hosszú látás, szemüveg, szemműtét, meg csúnya dolgok várnak ott rám a B oldalon, de ez még az A oldal. Az A oldal vége, ugye? Igen, hát most. Karcolom. Igen. Karcolom az A oldal vége. Mindjárt lefut a tű. Jó, úgyhogy Tudom, hogy alapjában biztos valami nagy dolgon gondolkoztok. Igen. És biztos valami az jár a fejetekben, hogy valami nagyon lehet meg a balit megérdemli, de valami, ezt nyugodtan engedjétek el. Tehát lehet kicsi is. Ez valami egészen pici kis apróság, hogy gondoltatok rám. Oké? Okay? Uh-huh. Tényleg, ne láttam, itt már sugdoloztuk a folyosón, biztos arról beszéltetek már, hogy mi legyen a balit. Felhívjében hagyjátok a nagy dolgokat. Pici apróság. Nem kell, hogy nagy legyen. Jó?
Meg lesz, jó lesz. Jó lesz? Két persze. Nagyon várom. Hú, mikor kapom? Most gondolkodni. Ja, most kérdez. Majd egy hét múlva? Kedves ajándék lesz szerintem. Kedves lesz? Nagyon, igen, majd nagyon kedves. Jó, jó, jó. Valamit kifejezetten szeretsz. Tudtam én, te csibész, hogy már a fejedbe van. Doboz meg csak szőrben. Tudtam én, te csibész, hogy már gondolkozol az én napom. Mert tudtad, hogy jön az én napom. Jó, júli 18, jó? Csak mondom egyszer, hogy... De ne szabad ingesen már... mesekkel. Júli 18 is kell venni. Igen. Ha már esetleg rátok süt majd a napit valahol, és azzal az ellenállhatatlan vágyal ébredtek föl hétfőn, hogy dobok egy SMS-t a Balinak, kötyögjenek a kis ujjacskák, jó? Ne legyen az, hogy jaj, az ciki, meg mit tudom én biztos. Mert abból is érzed, hogy jön majd az ajándék. Hogy gondolunk rá, egy kép, egy selfie, hogy mentek a városba már venni valamit. Jó? Mindenképpen. Mindenképpen. Nem SMS küldök e-mailt, ma az ingyen. Ez SMS is, csak nincs iMessage-ed, mert az nem tudja az iMessage-et. Mert a Samsung nem elég felkészül. Az SMS is ingyen lenne. Na látod, van már minden rendekel. Már nem tudunk bíva meglepni. Már iMessage-ed is van. Na, az is. Pedig azt szerettem volna adni. Egy jó iMessage-ed? Egy jó iMessage-ed. Van, az van nekem, az van nekem. Na, figyeljetek, drága hallgatók. Egyrészt Üllői út 102, jó, nem, csak azért mondom, hogy hát ha valaki most szívinfarktus mellett keresi a címet, hogy hova tudja a csomagot küldeni, megkönnyítve ezt a dolgot. Nagy a irányító számot is mondj. Jó, azt nem tudom, 9. kerület. Mi ez a borzadály? Hol vagyunk? 8. 8. Igen, pláne. 1089 az irányító számuk, az igen, az 8. Igen, az 08, akkor az 8. Jó. Nem tudom, mert minden nap, hogy kilépek, próbálom elfelejteni, hogy honnan indultam el. Tehát, hogy én benne egy ilyen aranyhal memória van a munkahelyem. 10 éve próbálom minden nap elfelejteni ezt a helyet. Szóval nem mutatjuk most meg a... Nem mondjuk el, bocsánat, a beugró kérdést. Most ne. Most nem. Most azért nem mondjuk el, mert kérdés-válasz rovatunkhoz érkezünk, és akkor felrobbantjuk az SMS-falat, és az összes kérdés, amit eddig kaptuk, eltűnik, és más oldalra kerül. Bár én 500 SMS-t látunk egy oldalon, de ha felrobban a fal, akkor az nagyon messze megy. Úgyhogy nem sokára lehet majd lehetőségetek. Egyébként az utolsó, hogy nyerjetek szupergold jegyet Forma 1-es futamunkra, ami a jövő héten lesz, ha minden igaz. Jövő hét? Igen. Igen, hát a hónap, a júli utolsó hétvégén van a magyar nagydíj. Így van. Úgyhogy nem sokára jön majd a beugró kérdés, de csak is a kérdés válaszunk után, mert ugye ahhoz a rovathoz érkeztünk, úgyhogy jöhetnek János szerint ugye az őszinte kérdések és a majdnem őszinte válaszok. Így van. Közelítő. Aztán a jövő héten interaktív 20 perc. Így van, gyakorlatilag bármit kérdezhetek tőlünk, és majdnem mindenre fogunk válaszolni, és majdnem mindenre őszintén. Jó? Tényleg. Ez a Szabink előtti utolsó nagy általánosságban is lehet tőlünk kérdezgetni, mi az élet értelme, stb. Ezt még nincs a Rémonika, akármi. Tehát, hogy bármit, amit akartok. Vannak megválaszolhatatlan kérdések, igen. Hány éves Erdély Mónika az? Az a megválaszolhatatlan kérdés. Így van. Megbékéltünk-e már a vaginánkat, stb. Amit akar. Igen. Na, úgyhogy drága hallgatók, küldjetek a kérdéseket, és ha valaki még arra pályázik, hogy Forma 1 jegyeket nyerjen, akkor az is figyeljen. A kérdés-válasz rovatunk után jön a beugró kérdés. Nem lesz sok időtök, azonnal meg kell válaszolni. Jó? Elküldeni nekünk, hogy aztán valaki adásba kerüljön. Ákos mondja a legfrissebb híreket. És azt nézem közben gyorsan, hogy még érkezett-e valami az M5-ösről vagy az M1-esről, mert hogy egész reggel ellentmondó híreket kaptunk. Hát hallgatok, gyakorlatilag rajtunk keresztül vitatkoznak egymással. Hogy valójában mi a helyzet. Hogy valójában mi a helyzet, így van. Ugye az M5-ösön, illetve az M7-esen van egy torlódás az 53-as kilométernél, és úgy néz ki, hogy az M0-áson egyébként megszűnt a torlódás, mind a két irány jól járható, ezt a Ladár küldte, úgyhogy újra bombázhatjátok a nullást, ha arra mentek. Pákoznál a Pest felé vezető oldalon van egy baleset, csak arra szólunk, írta Era, így van. Hát ott van a baleset, Kriszt is elküldte, ha azon túl vagytok, akkor megvagytok, és azt hittem valaki, na, tegyük tisztába, az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál van a kis terautó, annak az M7-es felé áll a Sziget-Szent Miklósig, aki az M7-es felől jön, annak az M5-ös felé áll. Ugye? Hát nem érzem, hogy honnan olyan bonyolult. Nem érzem, van ebben még gyerekek. Igen. Van még benne. Okay. Ez már reggel átvitt benne. Na, erre dobjatok egy lapot. Igen, na, ezt tegyétek meg tisztába. 4 perc, pontosan 9 óra Ákos legfrissebb hírei után már is jövünk. Ha van kérdés, akkor küldjetek nyugodtan, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Épp egy összeállításban a luxus élet a meccsek után nézzük, és
Neymar, Ronaldo, Gyugyi és mindenki egy ilyen kis képes összeállításban volt az egyik kereskedelmi csatornán, hogy ki hogy él. És most a legnagyobb király Szeben. És most megérkezett Szeben. Igen, szóval ezt néztük. Hát igen, szóval hogy baromi durva dolgokat láttunk, jó autók, szép nők, jachtok, igen. És minden, amire mindenki baromi így. Életük van, de a gyerekek tehetségesek, tessék, ügyesek, tehetségesek, szeretik őket. Ez vitathatatlan, hát nem csalással, nem áfázással, nem olajozással keresik meg a pénzüket. Kérdez Messi, van, kiváló Messi. Jó, hát gyerekek, jó. Jó, most adott optimalizáltna a kutyafáját. Na hát most érted, nem érthet mindenhez. Ott a papa, ő csak focizott. A beadások más, nem. Ronaldot, Neymart mutatták, hogy milyen autókat vesznek, meg hogy mulatnak. Most egyébként én a Ronaldot követem, és kíváncsi vagyok, hogy most épp egy Bugatti Veyron posztolt. Hogy ezt most vette, vagy szerezte, vagy csak kapta, nem tudom, de hamarosan a garázsában látogat egy Bugatti Veyron. Hát nézd, azon a szinten ez egyébként apró pénz, nem? Az. Vár egy Bugattit, azért csak nem adnak 300 milliós autót. Odaadnak így, hogy használd? Nem, ezért megveszi. Ja, azért. Megveszi, persze. De azt jó volt látni egyébként, hogy a Ronaldo vette meg a régi Roveredet. Ő vett egy rincs, igen, ismerném, akkor fölhívnám. Ne csináld. Hogy légy. Igen. Tudnál kapcsolni, nagyon fontos. Életbevágó. Igen. Vannak nemzetek, akik tudnak autót gyártani. Igen. Vannak, akik nem. Mondom én, aki egyébként egy angol autóval jár még mindig. De én a régi sportot szeretem, a régi rincs sportot, a nagy kockát, azt szeretem. Meg azok valahogy jobban össze vannak rakva. Ennek semmi baja nincsenek az autónak. Azon kívül, hogy kötelező szervizre kell néha vinni, de tényleg. Tehát a másik az állandóan szerviz volt, ez állandóan ezzel vagyok. Az fura, az egy ilyen, tehát, lehet, hogy egy ilyen 10 000 az egyből volt. Azért rossz széria alatt született, van ilyen. Abszolút van ilyen. Nekünk is, amikor megvettük a Suzuki Altónkat. Jó, az, nincs az a baj. Nem volt vele semmi gond, viszont volt egy vékony hajszárepedés a motorblokkon. Aha. És azt mondták, hogy ez abban minden folyt abból felé. De minden. És nem volt ereje az autónak, és aztán így mit megröngenezték, nem tudom, speciális. Egyik helyen azt mondták, hogy az autó ennyit tud. Törődjünk bele. De nem ennyit, nem. Tehát ennél a 35 lóerő több, amit ráírtam. Igen, aztán átjöttük egy másik helyre, és akkor ott csináltak valamilyen speciális vizsgálatot, és kiderült, hogy egy kis hajszál vékony repedés volt rajta, és azt mondták, hogy 10 000-ből egy. Mi kifogtuk azt az egyet. Nem is te lennél, igen, hanem mi. Mondjuk hozzáteszem egy picit, annak idején ránk beszélték azt az autót, tehát hogy nem feltétlenül ezt akartuk, és nem feltétlenül ilyet, egy picit ránk beszélték. Hát remélem, hogy nem tudtak róla. De mi volt a terv? De mi volt a terv? Ugyanez. Igen, azt mondta, hogy egy Volvo S80-as, csak aztán rá beszélték az ugyanaz. Csak nem ebben a színben, nem metálfényben. Igen. Mi volt a terv? Egy új Lexus, de most jön. Ez aztán egy autóval megelégettünk. Igen. Hát figyelj. De akkor nem vált be? De, bevált. Tökéletes volt egyébként. Abban az időszakban nagyon-nagyon szerettük. Nagyon jó kis autó volt. Tényleg rendben volt. De mondom, az egyik szervizben azt mondták rá, hogy ennek az autónak nincsen semmi baj. A baj bennünk van. De így van. Maga többet akar ezért a pénzért. Akar egy-egyes motortól. Egy-egyes motor volt benne? Aha. Még gyártanak autót egy-egyes motorral? Uh-huh. Mondom én, aki kis palckival kezdett, az 650 köbcenti volt, tesó. 126 lóerő. De 30. Csak az volt, hogy 15. Nem az volt, hogy 650-126 P valami ilyesmi volt rajta. Igen, igen. 650 lóerő, vagy 126 lóerő. Hát igen. Azért az egy-egy az picit kevés. Igen, az igen, picit de ez jó pár évvel ezelőtt volt, és akkor tökéletesen megfelelt nekük. Jó kis autó volt, én nagyon szerettem. Jó volt vele menni. Csak hát olyan mondjuk pakolni nem nagyon lehetett rá. Tehát, hogy így a... Hát de mit vittél volna most? Hát a gyereket vittük volna, de a csomag miatt nem fért be. Na nézzük a kérdéseket, akkor mit írtak a hallgatók nekünk, amire tudunk válaszolni. Ugye péntek van, az utolsó 15-20 perc az a tiétek, tudtok velünk egy kicsit beszélgetni, mi is veletek egyébként, és minden olyan kérdésre tudunk válaszolni, amit elküldtök, mert ugye azért hétközben erre nagyon nincs idő, hogy egyenként igényeket szolgáljunk ki, sokkal inkább ugye pénteken. A Forma 1-es kérdést hiányoljátok, sokkal lesz, nem sokára, azt is ígértük. Srácok, soha nem olvassátok be a kérdésem, hosszú hetek óta tök mérges vagyok, elegem van, még a játékból is kimaradok, ezért nem is kérdezek semmit, kapjátok be, puszi Anita. Figyelj Anita, én most figyelem az SMS számodat, most már csak kíváncsiságból is küldd el, hogy mi az a kérdés, amit hetek óta elküldtél nekünk. Most már csak tényleg kíváncsi vagyok, jó? Ha még ennyit megteszel, ígérem, hogy most beolvassuk. Nézem az SMS falat. Jó, és megjön az SMS. Dumálok a nejemmel, aztán egyeztethetünk helyet és időt. Tehát mi az a kérdés, amit hosszú hetek óta elküldtél nekünk, de soha nem olvastuk be. Ha most elküldöd, akkor egy
100%-os kérdés garanciát választ. Ígérek rá, hogy kérdés válasz garanciát vállalunk a kérdése, jó? 100%-os. Kicsit olyan volt, mint a fonaljáró. Kérdés garancia. Kérdés garancia van. Most a te esetedben, ha elküldöd nekünk 69-es végszámú telefonszámodról a kérdés, akkor ígérem, hogy elmondom. Na gyerekek, ez volt Anita kérdése, amit hetek óta nem olvastunk be. Jó? Megismertem egy lányt kb. Fél évvel ezelőtt egy közösségi oldalon, már csak a találkozás maradt hátra, sajnos nagyon messze lakik, nehéz összehozni. Engedjen a dolgot, vagy próbáljak vele találkozni? Nem, mindenképpen találkozz vele. Hát most a fél év után... Hát nem is értem, a fél évig gyűritek egymást távolról, és akkor azt mondod... Van ez a típus, aki gyűri egymást, vagy gyűri a másikat, aztán amikor a találkozás lenne, akkor elszelel. Ja, hogy én a szállapártos. Igen, hát addig kell neki, amíg ugye egy ilyen egotripként ez így kielégül, hogy ír neki valaki, meg várja, de találkozáshoz nincs ereje, mersze. Jó, akkor inkább elmenekül. De ő kőbánya, a lány meg csepeli. Mondjuk, mert messze van. Nézd, ha rám hallgatsz, most már nem adott mindenképpen föl. Találkozz vele. Hát azért Magyarországon belül nincs akkora távolság, ami áthidalhatatlan lenne, szerintem. Ugye nincs. Országon belül országon vannak, belül, nem? Igen, szerintem igen, hát most abszolút. Akkor egy Sopronba el lehet menni. Kivéve, ha most az M0-áson kéne elindulni. Akkor igen, az igaz. De akkor egyébként... már nem érsz oda. Okay. Lehet megosztani, szóval visszatérve ne add föl tényleg, találkozz vele. Lehet megosztani a Morningos Facebook oldalatokon akármit, például az ölelkező francia-portugál szurkolóról készült videót, vagy szűritek, hogy ki mit oszt meg az oldalon. Hát ez egy jó kérdés, ezt a Viki kezeli, meg a Laci kezeli. Nem tudom, szerintem nem meg lehet. Szűrve van azért, hogy ott milyen ki milyen tartalmat oszt meg. Tehát csak mi tudunk megosztani, mondja a Zsűl, az, hogy ti oda beraktok valamit, és azt megosztjátok, akkor az a nagyon sok melónk lenne, mert nagyon sok mindenki, nagyon sok mindent akarna megosztani, és két nap múlva a velvetel lenne, hogy mit osztottak meg a Morning Show Facebook oldalán, tehát az a szűrőm. A francia-portugál szurkolóról készült videót egyébként mi is feltettük, szerintem az fent van az oldalunkon, mert beszéltünk róla, az egy nagyon helyes kis videó. Kiderült egyébként egy talk show-ban, hogy egy franciául is jól beszélő kis srácról van szó, akinek portugálok a szülei, vagy a nagyszülei, de az ölelkezős videó az szenzációs. Kraportól beszéltek róla, ugye a portugál 10 éves kisfiú megölel egy 20-akárhány éves francia fiút, aki rettenetesen zokog. Nagyon szép videó. És csak 5. csapóra jött össze. Ne várj! Istenem, csak egyszer állnád meg, hogy nem vagy ennyire kiégett. Két lábbal vele. Kiégett, ennyire cinikus, ennyire veleig romlott. Lehet, hogy csak realista. Videó. Nem, az egy őszinte videó. Nem, nincs még benne ez az emberiségben, hogy két ellentétes ország drukkere megölelje egymást. De benne van. Ezt akartam mondani, hogy az egész EB kicsit erről szólt, vagy erről is szólt, és képzétek el, meséltem a nagy vihart, ugye, ami elvitte a Velencén az EFOT Fesztivál, és a következő történt, hogy a fellépőknek nagyon sokat kellett átszerelni azon a színpadon, amit aztán végül üzembe helyeztek, és én tegnap beszéltem a Ródos Mátéval, vagy beszélgettünk, ott lakik most nálam egy kicsit, és mondta, hogy az történt az átszerelés alatt, azt képzeld el, hogy az éjjel soha nem érhet véget, a Ria Hungária üvöltve mindenki. Azt mondta, hogy olyan hangerőt képviseltek az ott lévő várakozó, koncertre várakozó emberek, hogy azt mondták, hogy ha 2 órán keresztül szerelne egy zenekar, az se zavarna senkit, mert egy ilyen marha nagy összefogás van. Tehát, hogy az EB szelleme az tökre átívódott mindenkibe, és meg is maradt. És üvöltötte mindenki ezt a dalt, ami ugye himnusz lett nálunk, meg a Ria Hungáriát. És ott ők szerelgettek és hallgatták. Ez az EB, ez legendává vált. Igen, szerintem ez Magyarországnak ez most a legendább EB. Igen, abszolút egyébként megmaradt még valami, hát reméljük, hogy majd a következő években is azért ez így picit meg tud maradni. Srácok, Bódi Szilvi miért nem vállalja fel az édesapját, Gusztit? Igen. Valami próbáltam már Teslát vezetni, mi a véleményed róla, kérdezi Csabi Sopronba. Én nem vezettem még Teslát, egyszer szívesen kipróbálnám. Hát van ott most azért elég baj. Folyamatosan baleseteznek ezek az önvezető autók, de nyilván itt még nem az önvezető autóról van szó. Hihetetlen menet teljesítménye van, hihetetlen ereje van. Láttam már budapesti közlekedésben is Teslát. Egyébként valami szépek, meg hihetetlen jól mennek. Tehát egy jó sportautó teljesítményét is. Tökéletes. Simán hozzák, iszonyat ereje van. Szól, tehát hogy pont az, ami az ilyen elektromos autók ellen szokott szólni, hogy 50-80-100-150 kilométert mennek, a Tesla az nem nyitva. Hát és amikor kihoznak majd egy igazán olcsó széria modellt, onnantól kezdve a lövéké lesz a jövő. Abszolút. Most még van baj azért a Teslával. Bazsik a kérdező, hogy Jani, eszed még a fikát? Az van Bazsik, hogy a figyeled a műsor. Valószínű régi osztálytársnak. Hagyjad, Bazsik, meg igen. Nem. Nézd, hát írhatnak általános osztálytársak is kérdezhetnek azért tőled, meg obistársak. Azért a hallgatókat, tehát én szívesen válaszolok egy kérdésre, hogyha figyeled a műsort, Bazsik, akkor tudod, hogy én édes szájú vagyok. Nem. Nem eszem a fikát.
Igen, fontos kérdés. Sikerült a jogsit megszerezni, kérdezi valaki. Nem, letettem róla. Az élet mindig mutatott egy intő óvójelet, hogy nem. Minden munkában elindultam, meg már. Egyébként be is fizettem a Cresszom 10-akárány 1000 forintot, de utána mások. Aztán a Viki intett egy jelet. Nem, kézzel, egy óvójelet kaptál tőle. Nem fogta föl ennek a valódi veszélyt, mert ő valahogy annyira nem. Hanem, hogy mindig vagy elütöttek valaki, mert vagy hallottam, hogy motoros gázolás történt, és így azt gondoltam, hogy ennél nyilvánvalóban az univerzum nem tud üzenni, mint hogy papa, találj más kapuzárási pánik ellenszert, mint a motoros jogsi. Megnéztem a Paterok motoron című filmet, és rájöttem, hogy ezt nem szabad már, nem szabad kísérteni a sorsot, van két gyerekem, látni szeretném őket föllőném, szóval ennyire nem lehetek önző. Meg tudod, én mindig arra gondolok, hogy nem a legrosszabbra, hogy valaki előtt is kampetsz, mert ugye az annak rossz, aki itt marad szerintem. Aha. Hanem tudod, hogy jön valami altós. Jó, akkor egy Dacia Logan-es. Az is a kedvence. Jó, akkor egy Dacia Logan-es. A gyerekek a sor vége elején mindig Suzuki is vagy altós van, azért ezt mondjuk ki. És elnéz úgy egy jobb kezet, hogy csak tényleg ne tudjál többet mondjuk felállni, vagy teniszezni, vagy futni, vagy kiegyenesedni. Hát szegény Rékasi, nézzétek meg, nem? Hát. Szóval, hogy egy harcedzett, erős, izmos pasi, aki még mindig nyögi ennek az utóhatását, és most nem tudom, hogy ki volt a hibás, nem is a lényeges, ott ugye ő csak rosszul ment, vagy találkozott egy autóval. Borzasztó. És hát nem tudjuk, hogy egyáltalán mi lesz vele. Hónapok, évek. Hónapok, évek. Nem ér ennyit. Ha felépülsz, rendesen. És én nem magammal nem bízom, egyszerűen abban, hogy valakinek csak ott legyen egy rossz napja, vagy ne vegyen észre. Igen. Nem? És kicsit benézett valamit, egy jobb kezet, te jössz is vége, és már repülsz is. Tehát annyira törékeny, annyira sérülékeny vagy szerintem motoron, hogy nem tudom, hogy megéri-e az az élmény. Igen, biztos, hogy jó. Nagyon jó. Motorozni nagyon jó. De más kell találni akkor, nem? Hát ha az a kapu záródik, akkor ne úgy legyük a tetőt, vagy kabrió. Itt tudom én. Nem, ha már ez ránk tör, mindenképpen így rátok erősebben rám, még talán pár év múlva, de akkor valami más kell találni. A következő fontos kérdés. Hozzád? Ha, így, Jani. Hali, Jani, neked sehol nem nő a szőröd, vagy csak a feje csupasz. Zozo, de nő egyébként, és most a hétvégén fogok trimmelni, tehát hogyha ha gondolod, mert hogy ugye messziről jött ember azt mond, amit akar, akkor is átdobod a címedet, küldök egy borítékkal. Van? Van leesett? Mit lesz? Lesz, ígérem. Vali, az Instagramon a Sebastian Official Profit, te kezeled vagy Kamu? Kamu, erről beszéltünk, nem kezelünk, mi Morning Show-t kezelünk, azt jelen pillanatban én, az Instán, meg a Facebook oldalon. Vagy az Instán is, vagy van egy ilyen Kamu profil. Sebastian Official, nem is láttam, nem én vagyok, nem csinálok ilyen. Elképzelhetőnek tartjátok, hogy november után a Morning Show egyben marad, nem tudjátok tovább vinni, vagy akár külföldi utakon folytatjátok? Vagy például Feri Bocsival kezd új műsort, kérdezi egy hallgató. Azt nem tudjuk elképzelni. Hát a külföld ugye jelen esetben azért nem alternatíva nagyon, mert hogy azért mi itthon tudunk leginkább szórakoztatni. Meg hát ha nincs is rádió, azért van más elfoglaltságunk, tehát hogy nem feltétlen vennénk a nyakunkba a világot is. Mennénk el, nem tudom, valahova. Kiköltözni, nem? Vagyis hát sok minden ide köt. Fene se tudja. Maga a Morning Show az nyilván freki független abból a szempontból, hogy mint brand, nyilván az nem a most a klasszhoz tartozik, de ő magában egyébként hát kérdés, hogy nem tudjuk-e vállalni azt, amit a más frekó kínál, vagy amit ő képvisel, azt mi tudjuk-e képviselni. Igen. Azért ez több összetevős ennél. Nagyon sok összetevő, nagyon sok kérdés jelen esetben a más frekinek, mi nem is alternatíva. Ugye? De. Tehát mi titanik hegedűsei vagyunk. Itt hegedülünk majd az utolsó. Hegedültünk már máshol is az utolsó órában többször, és hegedülünk itt is. Szóval, hogy valahogy ezt mi fontosnak érezzük, hogy itt nem pattanunk le azelőtt, mielőtt itt bármi kiderül. Nem is lenne egy elegáns gesztus, meg valahogy máshogy gondolkozunk erről, nem? Igen. Nekünk az a feladatunk, hogy ha süllyed ez a dolog, akkor tisztelegben, hogy majdnem ugyanúgy fog történni, mint a Titanic van, hogy Balázs azt mondja, hogy uraim, megtiszteltes, Jani, hol van? Uraim, megtiszteltetés volt önöket szolgálni. Hol ez a rohadék? Akkor te már egy gumicsónakra régen emezel ki. Az egy 8 személyes már. Elvitted egyedül azt a csónakot, te rohadék. Visszaértünk. Tényleg lelicentél egyedül egy 8 személyes hajóval? Helyett, hogy még ott, Feri még ott brácsázik nagyon durván, én még iszonyatosan játszom, mint Paganini. Csináljuk az utolsó fröccsöt hozzátok. Blutty, blutty. Így van. Tehát, hogy igen, jogos, nyilván várjuk. Most már valamennyire ennek azért kell látszódni, mert van ugye egy időintervallum, amikor ki kell, hogy derüljön, hát hogy mi történik. Két hónap még a vége. Legkésőbb ugye szeptember közepe, igen, legkorábban ugye július közepe, tehát most már lehet, hogy valami kiderül.
De szeptember közepéig mindenképpen tudni fogjátok, hogy mi van. Nem csak velünk, nyilván a Frekivel, a rádióval egyáltalán. Van hosszabbítás, nincs hosszabbítás, milyen úton, módon megy tovább a dolog. Mondunk úgyis mindent, egyelőre nincs tudni hír. Fogjátok. Tudni fogjátok, nyilván, persze. Jani, mit választanál egy saját várat, vagy egy MILF háremet? Kérdezzék, kedves hallgatók, most nézd. Vannak igazán fontos dolgok az életben, és vannak a várak. Igen, szóval tudjátok, igen. Szeptemberben Red Hot Chili Peppers koncert. Jani, tudsz róla? Miért? Kérdezi egy hallgató. Ez már az a Red Hot Chili, amit én szeretek. Tehát, hogy én a Blood Sugar Sex Magik albummal értem fel a rajongásom csúcspontjára. Azóta, hát... talán még a Californication, de hogy így nekem a keményebb, funk rockosabb Red Hot Chili volt a kedvencem. Azt imádtam. Ez a mostani, ez már kicsit szerintem megfáradt. Már nem is biztos, hogy kéne albumot csinálni. Ezt pötyögnek, nem? Hát igen, olyan picit nekem olyan 12. Egy új dalt meghallgattunk a múltkor. Hát nem volt erős. Elég fáradt igen, volt. Igen. Igen. Bali, mi a véleményed a Windows-os telókról? A szar nem elég válasz. Akkor neked is van egy véleményed róla. Igen, úgy szeretem, ez ilyen. Igen, nem ismerem őket, nem akarok róla semmit mondani. Azt mondja, hogy évek óta hallgatlak titeket, szóval az én SMS-emét se olvasod be, de ha nem olvasod be, az se baj. Neked amúgy mekkora motor van az autóban, kérdezi Jóci. Egy 3.6-os dízel motorom van. Jelen pillanatban. 3.6-os dízel. Gyerekek, az SMS beolvasást azért ne vegyétek készpénzt. De az a lombfúvótokon van. Igen, mert azért 12.000-es Mercedes. Múltkor beindítottam, és egy árkot fújtam a kertbe. Igen, csináltam egy Marian árkot, pedig csak 6 lombot akartam összeszívni. Igen, az SMS ez egy érdekes dolog, ugye ezt mi mindig mondjuk, hogy ez egy étlap, amit ti állítotok össze nekünk, így szoktam mondani hivatalosan, és erről az étlapról mi csemegézünk, választunk, de nem fogyasztunk el mindent, nem? Csak főételt, egy levet és egy desszertet, tehát erre így tekintsetek az SMS-etekre, hogy ti felajánljátok saját magatokat. Jó? Feri, Bali, milyen kocsit vennétek magatoknak, ha bármilyet választhatnátok? Na, Feri, tessék! Maseratit. Maseratit? Én nagyon igen? szeretem a Maseratit. Nem elég az olasz autókban? Nem, mert jó, tudod, emlékezz. Hát, ki járt szervizbe az angollal? Én nem hiszek az olasz autókban. Jó van, nem baj, nem is kell neked, azért leszek én, mert ugye te a tömegtermelésben hiszen, én meg a különlegességben. Te német autót vennél, vagy japánt? Én azt, hogy német autót vennék. Na, hát most venné a három nagy németből venné nyilván, ugye Audi, Mercedes, BMW, ebből a háromból venné szerintem. Na játsszunk el a gondolatot, családi autó, vagy nem családi autó? Ugye innentől kell. Két bringa, bőrönd, gyerekülés, gyerek, vagy... Hogy teheted fel ezt a kérdést? Két ülés, levehető tető. Ott a családi autó, mindenki menjen azzal, amivel akar. Ja, hogy most akkor egy ilyen nagyon fantázia. Hát persze. Nem kell. Családi autó, az már ott megvan, vagy nem tudom. Magadnak azt kérdezi a hallgató, hogy magadnak mit vennél. Ha tényleg az van, hogy basszus, itt az álmom, megvalósíthatom, tessék. Egy autó. És a családnak van autója. Ott van a, nem tudom, Vikinek, Juditnak, van kész. Magadnak veszel egy kocsit. Biztos, hogy max két ülés van benne, és levehető a teteje, és M betűvel kezdődik. És az erátér a végül. Most miért? Jó, vele abszolút. Jó, ja, nem csak, hogy én mindig ezen filozom, hogy beáldozzuk a gyerekülést, a két bőröndöt, és a vonóhorgot a bicikli tartónak, tudod. Tehát kicsit papírosan gondolkodom. Gondolkodja, meghagyom neked. Na hát én az új 911-est akkor. Na. A vékony LED lámpásat, igen. Abba se sok minden fér rajtunk nem, kívül. Nem, de az egy szép autó. Mondjuk csak egy nagyon az... átbámulós, tudod? Én ezt nem bírom. És? Magyarországon ez valahogy nagyon is. Hát de azért van, hogy nagyon bámuljanak átbámulós. Meg benne. Mit nézel, Zsül? Az új ízét. Mi a Giuliát? Nem azt? Nem, Mustangot. Ja, Mustangot? Ja, Ford Mustangot? Ford igen, Mustangot. Kevés autó van, ami engem megérint, a Mustang az egy. Hát egy 1967-es az engem. Azért az nem rossz. Igen. Kedvenc mesétek, mesehősötök. Mesehősöm nincs, olyan kedvenc mesém az Ezer utas a Kisvastagon. És a hótejénket. Az nagyon jó. Szerintem Janitól kérdezném, mi a véleményed arról, hogy Corey Taylor vendég szerepelni fog az új Korn albumon. Nagyon örülök neki, Corey Taylor szerintem napjaink egyik legjobb rock énekese. Valami pornósztár a legjobb. Corey Taylor. De tényleg egy rákeresni, Corey Taylor, azonnal meg akarom nézni, nem? Figyelj, zseniális énekesről van szó, egyik nagyon jó szövegíró, és a Kornt pedig mind a mai napig szerettem, a legutóbbi 2013-as albumon kifejezetten jól sikerült, úgyhogy nagyon várom. Ez egy jó kis album lesz. Látom, kínos a téma, azért nem olvassátok be
az üzenetet Szújó Zolival kapcsolatban. Nem, nem ezért, azért nem, mert nem találtuk. Nem, én láttam, csak megválaszoltuk pár hete, hogy kérdezte a hallgató, hogy miért nem szólal meg nálunk a Zoli. Nyilván egy csomó kérdés már megválaszoltunk, azért nem olvassuk be, Zolit nem engedi az MTVA nekünk nyilatkozni, ezért nem szólal ő meg Forma 1-es témában. Tiltó listán van ez a helyzet. Illetve pontosabban mi vagyunk, ugye? Mi Morning Show, ezért nem tud a Zoli. Csak hát ezt már hosszabban megválaszoltuk. Jól van. Oké, köszönjük szépen, drágák vagytok, nagyon sok kérdésén, ennyit tudtunk most gyorsan így megválaszolni ebben az interaktív 15 percben, viszont akkor egy beugró kérdéssel bombázzuk még a hallgatókat, jó? Hogy az utolsó jegyet elvihessék tőlünk. Hányadik Formula 1-es szezon az idei? Most kicsit értetlenkedem. Úgy a nagy általánosságban. Így van. Jó. Tehát, van, tehát nem tehát hazai, a... nem... Igen. A Forma 1. Segíts, segíts. Akarom, hogy segíts. Forma 1. Formula. Mint a Formula 1, mint az autó sport egyik szakága. Az első futammal indult el annak idején 1950-ben. Na, ehú. Őrület. És ez az idei, ez hanyadik. Ja, értem. Jó. Most értettem meg. Na, gyorsan, mert csak egy röpke kis reklám születünk lesz. Na, húzatok bele, srácok. 3 perc, jó? Úgyhogy jöhetnek a válaszok. Küldjétek el, ha szeretnétek nyerni. Szuper gold jegyet, mert hogy még az is van nekünk. Gyorsan írjatok, mi pedig jövünk a reklám után. 10 múlt, pontosan 5 perccel játszunk gyorsan egyet, aztán jönnek a nap legjobb pillanatai, és búcsúzunk. Sokszor mondtuk, de mondjuk jövő héten nem vagyunk, jó? Drága hallgatók, egy picit bírjátok ki nélkülünk, Szabin vagyunk, jönnek majd a legjobb pillanatok. És nem maradtok Morning Show nélkül. Egészen régi anyagokat is megtaláltunk, amit mi nagyon szeretünk, úgyhogy, kicsit visszanyúlunk, az időben. És egészen régi anyagokat is megtaláltunk. Na, sikerül gyorsan? Jönnek a jó megfejtések? Jönnek. Hát jó kis, rosszak is, ahogy lenni szokott, igen. Igen. Tehát mi pontosítsam a választ, vagy a kérdést, amit egyébként szerintem nem kell pontosítani? Látom, hogy valaki a magyar nagydíjról írta meg, hogy hányadik, de nem azt kérdeztem. Nem, mert a Forma 1-es szezonoknak a szezon. Tehát, hogy hányadik az idei Forma 1-es szezon, még azt is elmondtam, ugye, hogy annak idején ugye 1950-ben indult. Minden, majdnem a választ is megmondtad. Hát olyan jó szívű vagy te azért ott a lelked legmélyebb. Ez nem igaz. Nem. Néha azért kiderül, hogy még vannak emberi érzéseik. Elnyomva, elrejtve, de vannak. Jó fejséget is tartalmaz. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, halló. Sziasztok, jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, hello. Én inkább a kerületet kérdezem először, hányadik kerület? 11. Kicsit izgultam, hogy 13 vagy 18. Egy nevet mondasz nekünk? Zoltán vagyok. Zoltán. Nagyon jó. Mi a jó válasz a Jani első kérdésére? Uh-huh. A 67. Így van. Ez az. Ne küldjétek léci többet a 30-at, mert nem, Jani nem ezt kérdezte. Na figyelj, menjünk neki akkor, Jánosnál vannak a kérdések. Jó, mennyire voltál kegyes, János? Nagyon kegyes voltam szerintem. Kegyes? Nagyon bízok benned, Jani, bízok benned. Nagyon kegyes. Így szól az első kérdés. 3 napos állójegyért, 2 darabért. Ki viselheti a pilóták közül az 1-es rajtszámot? Az aktuális világbajnok. Ennyi. Hát, hogy egyébként nem kötelező. Ennyi. És tudja. Mi legyen, hogyan tovább? Hát, menjünk. Menjünk tovább. Akkor Red Bull relikvia, ugye? Így van. Red Bull relikvia. 2 darab 3 napos állójegy plusz Red Bull relikvia. Melyik Formula 1-es istálló csapatvezetője Christian Horner? Red Bull. Hát figyelj, én is tudom. Ezt meg én is tudom. Megvan a relikvia, jelentsen ez bármit, és soha nem mondta el nekünk senki, hogy ez mi. A büntes életben 8 éve játszunk ezt a Forma 1 játékot, de egy relikviát nem láttuk meg soha, mert senki nem küld. Nem baj, Red Bull relikvia. Oké, megállsz, vagy tovább mész? Ez a kérdés. Tovább menj, tovább. Segítünk? Belépőjére jöttünk, úgyhogy tovább megyünk. Az megvan. Az megvan. Hogy szól a harmadik kérdése? Na figyelj. Hány brazil nemzetiségű egyéni világbajnoka volt eddig a Forma 1-nek? Ajajajajaj. Nem kellett volna. Na várj, számoljunk. Ahogy számolj te. Mondd először a legtriviálisabbat, akit mindenki ismer. Hát mondjuk szegény Senna. Így van. Mindenképp. Ehhez épp jó. Így van, 2. Jó vagy. Gyilkos kérdés. Van még? Hát szerintem, ha Jani így mondta, akkor szerintem van. Hát nagyon sok nem betippelek. 3 betippelek. Jó, végül is a nevet nem kell. Igaz! Jó, ravaszul nagy vagy.
rossz vagy, mert nem kell megnevezni, csak amit hányva. Igen. A sportág egyik legendája egyébként a harmadik Fittipaldi. Ezt szokták is mondani, ilyen kis Fittipaldi vagy. Oké, küldjük a jegyeket, köszönjük. Köszi, királyok vagytok. Csáó, köszi, hello. Ciao, ciao. Na gyerekek, most jön a meglepi. Da. Ha valaki gyorsan elküldi SMS-be, hogy boldog szülinapot, Bali, akkor elmészte a... kettő darab, három napos Super Gold VIP jegyet, Red Bull relikviát lehet nyerni, mert ez is megmaradt még. De már ne ezzel, boldog szülinapot, Bali. Jó, akkor Isten értesen, Bali. De, ezt nem gyorsan ezt. Ennél olcsóban senki nem népszerűsködik. Komolyan, de... Jöhetnek az SMS-ek? Nem, kettő darab, három napos Super Gold VIP jegyet, Red Bull relikviát, és ez a VIP jegy ellencsen is bármit, szerintem ez evősívó sátras lecsó ételhordóba hazavívős, politikusos, arréblökös, mennyi innen ez az én nokedlimős, hagyjad az az én fantámosz, mennyi innen osz, engedd el osz, mindjárt kezdőd, osz futamosz. Ugye van még egy ilyenünk, ez mindig egy ilyen pénteki meglepetés. És most erre tényleg odaadjuk, hogy azt kell megírni, hogy boldog születésnapot, Bali, és akkor közöttünk... Nem, én nem találok benne hibát. Tehát, hogy a boldoggal vagy a szülinappal van a baj. Tényleg el kell menned, Szabira. Nem találsz hibát. Nem érzem, hogy úgy kilógna alul. Hát mondjuk ahhoz képest nem. De... Jó, akkor ne legyen ez. Látjátok, egyszerűen nem hagyják, hogy az ember ünnepeltesse saját magát. Komolyan mondom. Csináljuk azt, hogy aki küldtek jó választ, akkor azok közül most gyorsan visszajön még valaki. Jó? Jó. Most. Tehát aki elküldte, hogy hanyadik szezon, akkor még gyorsan most kap egy újabb lehetőséget. Bárkire bökjetek rá, és hívjunk még egy hallgatót. Jó? Gyorsan. Azért várom, hogy hányan írják meg. Jó, ettől függetlenül azért ez abszolút. Abszolút ilyen a boldog szülinapot. Ennyire nagy képű, ez bedobni. Nem, akkor lenne nagy képű, valóban megcsinálnám. Így csak felvetés volt, de nem volt rossz. Kettő darab Super Gold jegyünk van még VIP-en. Hívjunk valakit gyorsan. Jó? Csörögjünk. 67-esek közül. Bárki, nő is lehet, férfi is lehet, nekem mindegy, csak most gyorsan még tegyünk valakit adásba. Aztán jön a best of, addig elmondom, hogy mi, mert utána nekem el kell mennem. Gattalentesztünk egy picit. Uh-huh. Egy 90 éves Dorotit találtunk, aki striptizelt, és arról beszéltünk, hogy kit beszélt már le. Arról, hogy ezt ne csinálja a családban. Nagyon esemeseket kaptunk. Valamint felhívtuk Editet és Bajzát Krisztiánt, ugye Edit Dani anyukája, a 10 éves leukémiás kisfia anyukája, és Krisztiánával, amit Editnél próbáltunk annak utána járni, hogy mennyi pénz sikerült hallgatóink által összegyűjteni. Egész szép számot mondtak, ezt most megmutatjuk majd újra. Na, Anna ügyködik gyorsan, akkor még valakit felhívunk. Jó, senki ne legyen foglalt, mindenki tegye le a telefont. Hányadik szezon volt? 67. 1950-ben volt az első, akkor az 67. Aki ezt a választ küldte nekünk, az most figyeljen. És te már most ilyen korán elindulsz nyaralni. Hát nem is értem. Azt hittem, a magángép az akkor indul, amikor te kéred. Az a durva, hogy az SMS számomra jönnek, hogy boldog szülinapot, Bali. Na, nem tudok már VIP-jegyet adni, nincs már. Megint a haverok kapják a pedok belépő. Igen. Na, lökjük be adásba. Jó? Itt van? Isten értesen, Bali, akkor csezd meg. Nem, de hívjuk innen bentről. Hívjuk gyorsan bentről. Valaki azt írja, szerintem futamot kérdezett, Jani, nem szezont. Léci. Ne bántsátok már. Mi van? Lefagyott a szám. Telefon. Három foglalt, egy nem veszi fel. Akkor még egyet, gyorsan, akkor most. Figyelj, ez a VIP-jegy csak most áll. Olyanok vagyok, mint egy ilyen telesopos. Ez a VIP-jegy most van. Itt ez van egy mostani lehetőség. 6-22-es a vége. Mostani lehetőség. Nem ajánlom többet. Ez egy mostani lehetőség. Na, csörök be, most innen. Nem olyan mondom. Jó. Te ismeretlen számokról kapok üzenetet, hogy boldog születésnapot. Mindenki bal. Szeret most. Biztos, hogy mindenki megszeretett. Látod. Csere, olyan ciki visszaírni, hogy ki vagy. Hogy ön tudja a számot, fingom nincs, hogy ki ő. Na, itt van, biztos, hogy felveszik. Most. Ne. Szóltam neki, mondtam, hogy várjuk. Igen, mama, vedd fel a telefon. Halló. Halló, jó. Szia. Jó reggelt. Morning show. Jó reggelt. Na, egy ha... Nem. Jövök a munkára. Tessék? Azt jól teszem. Mit csinál? Oké, itt vagyok. Hello, jó reggelt. Küldtél nekünk egy jó megoldást. Mit küldtél? A 67-et. 67, így van. Hogy hívnak? Hello. Dávid. Dávid, hol hallgatsz minket? 6. kerület. 6. kerület, már melóban. Igen. Jó, van Forma 1 rajongó vagy? Hát barátnőm inkább. Ó, és őt vinnéd el, tényleg?
Igen, most éppen ő is hallgat ugyanitt a munkahelyen. Na, anya lehet. Nagyon jó. Jó az. Viszél, barátod. Jó az. Mióta vagytok együtt? 3,5 éve most meg. Ó, az menő, akkor két szuper gólt gyönyörű bevillantani. Szakintós ajándék, de szép. Igen. Na figyelj, Danit mondtál? Dávid. Dávid, bocsánat, rosszul írtam föl. Dávid, van 2 darab szuper gólt jegyet. Egy drippel. Már nincs kérdés, ez pluszban. Örülünk! Hát, persze. Köszönöm. Köszönöm annak, aki nem vette fel a telefont. Előtted. Nem vagyok árverendő. Helyes. Igen, most szembesültünk ezzel, hogy van egy plusz ajándékunk is, ezt is oda kell adni, úgyhogy téged választottunk. Vidd a barátnődet, jó? Adáson kívül majd visszajövünk, elmondjuk, hol tudod átvenni egyet, és érezzétek jól magatokat. Kinek drukkol a barátnőd, azt tudod? Fettel. Na, izgalmas lesz a futam szerint. Nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magad, Dávid, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia. Hello. Fú, nem mondom, hogy egyszerűen ment. Hát nem. Nem? Picit nyögvényelős volt. Igen. Két már közben rá kellett volna. Igen. Oké, jönnek a nap legjobb pillanatai. Nagyon jó szabadságot kívánok. Így van, neked is nagyon jó pihenés. Szolgálom a hazát, és televízió műsort forgatok. Így van. Legyen mit nézni. Micsoda a népben. Dráma. De végig a szünetünk alatt, amíg mi nyaralunk? Nem. A egész augusztusban majd. Most csak most teszek, aztán majd 2 hét múlva veszem. Nem fura, hogy ez csak te élem meg misszióként. Se a nézők, se a szemviszereplői. Ha hívnak, mennem akkor kell. Én jó szolga vagyok. Büszkék vagyunk rád. Alázatos szolgája vagyok. Hazámnak szolgálom a népet, hogy legyen tévéműsor. Legyen mit néznetek majd az esős ősz alatt. Jó? Júli 18. Oké? Okay? Nem csak úgy még egyszer frissítsünk azért a dolgot. Júli 18, ez csak 18, úgy, ha tudom, júli hogy tudjátok 18, meg. Ez a szabadságunk az első napja, jó, de jó. Tényleg. Oké, okay, nem azért. Kösz, hogy szóltál. Aha. Jó, júli 18. Jó. Jól van. Jó. Oké. Okay. Nézd. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Szevasztok. Ciao. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc múlva lesz 10 óra, azt hiszem, hogy ezzel a köszönömmel mi is tartozunk minden egyes hallgatónak, de ezt elmondtuk csak talán a vágás áldozata lett, ezt most nem pejoratíve mondom, mielőtt Anna fölháborodik rajta, hogy tényleg mi is nagyon köszönjük, hogy minden ilyen akciónk mellett fantasztikusak vagytok, tényleg le a kalappal előttetek. Én még egy nagyon pici sztorit gyorsan elmondanék ezzel kapcsolatban, hogy beszéltünk arról, illetve Krisztián megemlítette, hogy 200 forintos felajánlás volt a legkisebb összeg, amit küldtek, nem csak ilyen felajánlások érkeztek, a webmailünkre érkezett egy nagyon kedves levél egy 80 feletti hallgatónktól, aki szintén leukémiás volt, és ő végigcsinálta ugye a kemoterápiát, és ő azt mondta, hogy az anyagi lehetőségei nem teszik, sajnos ez lehető, hogy ő küldjön bármit is, ezért elküldött egy limonádé receptet, amit ő azóta is fogyaszt, egy ilyen hardcore limonádéról van szó, nem tudom hány citromból is főzve, és stb., és neki meggyőződés az, hogy az immunrendszerét ez pozitív irányba befolyásolja, erősít, és ő ezt küldte el, hogy továbbítsuk a családnak, mert ő ezzel tud segíteni. Sajnos nagyon helyes, nem. Továbbadjuk, ez lehet, hogy ez lesz a legfontosabb. Szóval köszönjük mindenkinek. Csabi, hello! Nekem is. Nagyok vagy. Neked köszönjük a dalokat. Nem mi vagyunk nagyok, hanem a hallgatók. Hát így együtt, igen. Így van. Na, hívjuk fel gyorsan a naphallgatóját, mert nagyon elment az idő itt ezzel a sok-sok játékkal. Közben mondom, hogy kesus kacsa van. Ó! Kesus kacsa, ezt még annak idején Kambodzsában ettem. 10 évvel ezelőtt, és most eszembe jutott, mert... És marad belőle? Igen, mondom, lefotóztam, kirakom, 10 évvel ezelőtt kajáztuk ott. Morning Show! Oh, igen! Na! Egy pici kis vigaszdi. Azt írtam nekünk, hogy nem is értem, minek próbálkozom. Picit. Nem. Én nem azt írtam, Bali vagyok, július 18. Nem nézte a francba! Nem már! Július 18. Zsúl, dobd már ki a francba, menjél forgatni, nem akarom hallgatni. Tudjuk, július 18, a Szabi első napja. Az elstáb vár rá, Zsúl, erre most nem érünk rá, mert nagyon sokan várnak rá, nagyon kell már dolgozni. Hello, szia Bali! Nem felejtjük, hogy ne szedd már ki adásból. Na. Anna. Igen. De ki volt igen? Ez? Nem tudom, biztos erre van rá idő. Gondoltam. Biztos aha. Rá gondoltam. Erre van idő, mi a hülyességre? Jó, akkor most Anna és Balázs miatt nincs naphallgatója. Tényleg? Jó?
hallgató. Aki beolvastál, az lesz nyugi. Jó, oké. Okay. Hát na. Jó, de ha mondja, igen, de most már nem mondja, most hallgatta, hogy mi volt az SMS. Mondd el, hogy milyen zenéket hoztál. Annyira sajnálom, hogy nincs itt a Balázs, mert ő mindig kéri. Az első két telefon nem edvaj fel. Jó. Mert az még mindig Balázs. Hogy ő mindig szeretné, hogyha valami ismert nevet mondanék, akire nem kell rákeresni egy külön a Google-ba. Hát Erik Iglesiast hozom most. Oh. Új dala van? Képzeljétek el, van egy új dala. Mondjuk a Vizinre rá lehet keresni W-vel, ő egy előadó, puertorikói, és vele közösen készített egy új dalt, ez az Erikes srác. Mert ha vagyunk, akkor van már támogató a Vizinnek ezzel a névvel. Ezzel mondtam, hogy W-vel. Duel El Corazon, ez lesz ez a dal címe. Te jó. Te jó. Azt hittem, hogy már csak prózai almókat készít. Jó, akkor hívhatjátok a kívánság műsort. Mi, ahogy ugye elmondtuk, szabadságon vagyunk a jövő héten. Csabi, jó, 18-án létszes köszönj fel a Balázs. Figyelj, 18-án, aki dalt kér, csak a Balázsnak küldheti. Jó, és minden egyes ilyennél hívd fel. Fel is hívom, persze. Okay. Jó, személyesen bejátszom neki a telefonjával. Mindenki küldjön neki egy Heaven Street 7 számot. Azt szereti nagyon, igen. Azt úgy is szereti. Egy hét múlva jövünk, szevasztok, vigyázzatok magatokra. Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.